Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel, és újra itt vagyunk. Egy újabb reggel. Hello, Feri. Hello. Hello, Jani. Hello mindenkinek, aki ilyen korán itt van velünk. Hűvösebb a reggel, mint ezen a héten eddig bármikor. Mínusz 4 ecskébe is beleszaladt. Igen? Igen, a hegyvidék van nálunk, meg a városba is beérve. Úgyhogy... széles farkasok. A hegyvidék. Farkasok, nem tudom, arany sakálok és nem tudom mi. De tényleg ez ma egy kicsit csípősebb, mínusz 4. Azért egy ilyen 0+1-ben csordogáltam ezen a héten. Itt van maradt éjjel az egyik ablak? Nem, kint volt. Nem működött az állófűtés? Igen. Kint volt hideg, meg van is szerintem, úgyhogy ez most kicsit csípősebb. Nem érezted a jéger alsódon, hogy kéne még egy, vagy nem? Tessék. Nem zizgette a jéger alsód, hogy... Nem, viccelj. Tartotta a meleget, jól fűtött? Egyébként tényleg hideg volt most tényleg. Ugye? Hidegebb volt. Hanem egy alsógatyá. A jéger alsóra. A jéger alsó fölé. Igen. Egyet alá, egyet pedig fölé. De nem, tényleg egy kicsit hidegebb van, ha valaki most indul, az készüljön, úgyhogy egy pár fokkal csípősebb ez a reggel. De nem marad ez így, mert nem? Folyamatosan melegszik most a hét, gyakorlatilag, igen, a hétvégére már nem is leszünk minuszok se. Éjszaka se? Se. Se. Nulla fokot mondanak. Vége van a télnek? Igen, most holnap ilyen -2, -1, aztán folyamatosan fog emelkedni a hőmérséklet, ezzel együtt természetesen eső is jön, pont a hét. Ezért erősen mantrázom, hogy majd amikor elutazom messzi vidékre, akkor itt nagyon hideg legyen. Ne legyen már ilyen aljas. Nem miattatok. Egyáltalán nem miattatok. Nem miattatok, hanem maga miatt, mert 20 fokból nem jó elmenni, csak mínuszból jó elmenni. Akkor indulj el a hűtőszekrényedből, tudod? De velünk azért egy hűtőládából. Igen. Akkor tekerjétek le a termosztátot, érted, legyen jó hideg a kecóba, és aztán menjetek el szépen a melegbe. Igen, és aztán örüljünk, hogy milyen meleg van ott, ahova megyünk. Jaj, gyerekek, mi újság van? Kérlek szépen, van szerencsém egy új kolléganőt bemutatni neked. Na. Nem is tudtál róla. Hát ezt így intéztük neked, mert tudtuk, hogy van igény arra, hogy néha beérkezzen egy új ember az hozzád, jó. Hogy legyen olyan... Ne beszélgessen, új kolléganő! Látom, gyere csak! Le kell tenned a telefont, gyere! Egy új telefonos kislányunk van. Hát nézd meg! Ezt most csak neked ide kell. Na mutasd a haját! Tessék. De várj, de most azért dobtál is rajtam, hogy ki is vagy sminkelve, meg minden, nem? Ezt tehát, hogy... kiszoktam, ha hiszed, ha nem, csak igen? Nem veszed észre. Igen, mindig háttalál. A szőke hajjal nem adja olyan jól, látod, a sminket igen. Is jobban adja. Fiatalabb vagy tőle. Igen, szerintem igen. Idősebb vagyok tőle, de tetszik nekem. Igen? Igen. Nem, fiatalított ez a... Ugye, igen. Szerintem is határozottan. De a fiú szerint barna a hajam. Egy perccel se többet venni. Tényleg jó, de bele is vágattál, nem? Hát nyilván, hát nem az, hogy oda meg fesse be, aztán maradjon az a szar frizura, ami volt. Hát azért, persze. Kicsit megtéptek, vagy megtéptek. Az se volt rossz, csak már megszoktuk. Igen. Hát igen. Hány év szőkeség volt? Hát nekem 44. Hát én eredeti szőke vagyok, azért azt tisztázzuk, hogy akármilyen hihetetlen, de szőke vagyok, és 30 évesen elkezdett egy picikét bebarnulni a hajam, és akkor rá lett így segítve, és nekem még soha nem volt semmilyen más. Ez most vörös, vagy mi? Hát Ferik szerint barna. Hát ez azért a barnától nagyon messze van. Ez a kettő között van, ez a vörös is. Nem láttatok még barna hajat, ha ez nektek barna. Hát neki barna. Bementesek, hogy barna lett a hajad? Mondtam, Jézusom, hogy... de ez a barna. Hát, sötétben láttuk azt, az egységünkre legyen. Erre barnát mondtatok? Hát ez egy ilyen, hogy mondtunk. Hát azt mondtátok, hogy barna, akkor Feri mondta. Valamelyik, én azt mondtam, hogy a kettő között van. Tehát, hogy nem kifejezetten barna, de nem is ez a klasszik vörös. Meg nekem ugyanaz volt a múltkori ilyen kis parokapróba után, hogy majd full vörösre fogod befestetni a hajadat, és mondtam, hogy ez egy jó volna lehet, és ahhoz képest... Az a full vörös, azt szerintem nem is annyira szép. Tehát ez a nagyon vörös, az ilyen tudod, amikor már látod, hogy a domb is vörös, meg a hóna is vörös, az nem jó, én bírom, sem az szeretem. Az az írvörös, és a nagyon fehér bőr hozzá, én ezt nem szeretem. Én bírom ezeket a szlávos túlzásokat. Igen, de hát azt viselni is kell, én meg nem szerettem volna. Kiszeplő még oda, igen. De jó lett. Tehát, hogy én ilyet szerettem volna, tehát ez a olyan... Na, hát nem az az írvörös, nem olyan... Nem, az nem. Az sem, amit próbáltam parókát, mert az meg nekem nagyon sötétnek tűnt. Az ilyen gesztenye, barnás, igen, vöröses az, volt. Az azért nem tetszett, mert szerintem egy kor után az nem biztos, hogy annyira jó. És szőke vagyok, tehát, hogy nagyon nagy váltás nekem még ez is. És érzed magadban, hogy már jellemben is máshogy, mert amikor emlékeztek ezt a palókás sztorit nyomtuk, akkor pont az volt, hogy fölteszed az új hajadat parókával, és megváltozol te magad belülről is másra. Érzed most majd rendes vagy? Én azt a hallgatókkal?
Igen, igen, nem érzem, tudod miért nem érzem? Nem hallgatókkal se, veletek se. Mert én mondtam neked, hogy én biztos, hogy egy latin temperamentum van bennem, tehát ez nagyon hiányzik, de a szőke haj mögött szerintem egy temperamentumos nő van. Tehát, hogy a vörösek gondolom olyan temperamentumos. Ők igen, na hát akkor semmi nem változott, fiú. A svéd Mónika. A hajad igazodott a személyiségedhez, igen. És ezzel egy álma vált valóra, hiszen mindig arról álmodozott, ugye többször emlegette a reáléi klasszisát, hogy végre legyen egy latin temperamentum benne. Igen. De hát ez a vonat már ugye elment, igen. Legalább ilyen formában legyen. Igen, így van, jól mondja, Jani, jól mondja. Hogy hívják ezt a kis... Mennyi most egy ilyen festésvágás? Mennyi, 20? Hát annyi nincsen, de 13 fél, 14. Centi. Hol csináltad? Hát ez ennyi felé, jobb helyen. Hát majdnem. Hát egy fiúvágás is. Sajnos. Nálunk van itt mellettünk, nem messzire, ilyen zöld szalon. Nagyon vigyáznak rá, hogy ne kenjenek semmit. 6200-je olyat csinálnak, még meg is hosszítja a fenekedig. Az a baj, hogy én nagyon hűséges típus vagyok. Én 99 óta ugyanahoz a fodrászhoz járok, és ő egyre, hogy úgy mondjam, menőbb helyekre került el, és én mentem utána. És nem járok olyan gyakran, és akkor azt mondom, hogy én kifizetem azt az összeget, mert nem az van, hogy én 2 hetente fodrászhoz járok, hanem mondjuk azt mondom, hogy 2 havonta járok fodrászhoz, vagy 6 hetente, és akkor valahogy megpróbálom kigazdálkodni azt. Figyelj, és akkor most olyan vagy, mint egy színes mozaik, vagy ha érted, mire gondolok, értem, hogy... Nem. Vagy fel kellett feküdnöd a műtőasztalra egy elhúzott függöny mögé, és akkor ott is. Tehát, hogy ez hogy van ilyenkor, hogy most akkor mindenhol, vagy akkor... Kértél egy flakont otthonra oda beültetnek, vagy azt magadnak csináltad meg, vagy akkor most ott mi van most? Maradt minden rendesen úgy a helyén, ahogy van. A szemüldökömet nézek. Tehát Peti szereti vörös-fekete. Igen, vörös-fehér inkább. Ez olyan vagy, tudod, vörös és fekete, igen. Nem. Tényleg viszél egy kis flakont haza, hát ennyi, akkor igen, ezt megcsinálom. Érted, vagy te, vagy megkérded az uradat. Persze, Pemzli! Pemzli! Karina, menjél már aludni! Oda Pemzli, Teddy Henger, gyerek. Persze! Honnan tudod egyáltalán, van nem itt? Korongecset. Festékszóró pisztoly. Atya úristen! Na úristen! És romseprű. Szóval ezt gondolod róla, Motikám. Nem, hát csak hogy eszembe jutott, tudod, hát ez fontos, hogy úgy egységben legyen akkor, mert most... De ezt úgy se látjátok. Ez mondjuk igaz. Nem mindegy, hogy egységben van-e, vagy nem. És mi van akkor, hogyha nincs mit befesteni? Az is igaz. Hát akkor... Hát igen. Mi van, gyerek? Akkor az is lehet. Az is simán lehet. Lehet. Simán meg lehet. Bármi lehet. Igen. Nem kell befesteni, tehát nincsen olyan, hogy akkor izé, hogy... sorszegélyvágókkal közmunkásokat kell hívni, hogy a bikini vonalat megcsinál. Sövényvágót kell élezni, tudod. Hozzatok még begyárt! Ez elfüstöl! Köszönöm, hogy eligényesnek tartatok! Ez jó esik itt nem, a reggel. Hát nem, ez nem igénytelenség, te még egy másik generáció vagy. Ó, persze! Hogy ne, igen! Nagyon kicsi vagy, igen! Az utána jövők már hittek a borotvával, te még az a generáció vagy, aki tartja, aki konzervatívan, a hippi. De mi ezt olyan az annál, hogy én nagy rajongója vagyok a retrónak. Na igen. Na hát ti is az a generáció vagytok talán azért. Ott sem, még lehet egy kis apró, egy fél kifli benne. Bármi. Persze. Fél kifli. Bele gabajodva. A macska. Na jó van, de jó lett. Tényleg mondanék rosszat szívesen, de nem tudok. Nem, én megmondanám, hogy ez most nem kaptad el, de ezt most elkaptad. Ezt most elkaptam. Egyik nem azt mondom, hogy kötelező jelleggel, de azért tök jó, hogyha egy nő időről időre így újra gondolja a kis outfitjét. Meg az jó, a pasinak is, tudod, kicsit azt érzi, másik új nőhöz megy. Pedig nem, de mégis van egy ilyen illúzió, tudod, hogy így 20 év után kicsit hátulról mégis más. Szóval, hogy úgy az... Legalábbis, ha fölnéz. Legalábbis, hogy visszanéz rá, tudod, akkor így azt tudja mondani, akkor szólíthatod bár, hogy... Tényleg, Peti, és te mondta, hogy gyerek is, gyerek is. Helyes. Most fújj be magad azzal az impulzat. Azt, amit annyira csak... Tudod, mint legyen inkább a 8x4. Igen, impulz 87, tudod. Igen. Hát, na jó van. Na örülök neki, köszönöm szépen. Már jól indult a szerdám, komolyan. Igen. Olyan szépen bearanyoztátok. Kicsit dicsértünk is. De én nekem ennyi, hát így tudtok, így tudtok, magatok módján. Igen, kár, hogy a hallgatók ebből majd nem érzékelnek semmit, hiszen ugyanaz lesz a reakció, amikor felemered a fát. Nem mondta ki! Nem mondta ki! Igen. Keressük már meg, hogy melyik
faluban legolcsóbb a hajvágás. Nézzük már meg, hogy mennyire vágnak hajat. Női férfi, mit akarunk, csak vágás? Női, írja meg mindenki, de most kis falvakat, tehát mert ugye szerintem Debrecen, Pécsben való pár ezer forint mindenhol nyilván. De hol, abban nyilván már jött egy-kettő, hogy van, ahol már mint kötegyámba 500 forint egy férfi hajvágás. Ugye, ami nekünk lehetetlen, mert nálunk van olyan, 3-4 ezer is akár egy férfi hajvágás, nem? A körülben már. Tegnap mennyit fizettél? Tegnap megmondom őszintén, duplát fizettem, mert a múltkor elfelejtettem fizetni, és nem mentem vissza. Úgyhogy megvettem Vaxot, megvettem egy sampont, 18-at. Ne. De abban volt egy Vax, egy sampon, meg két. Nem. Egy vágásot azt hiszem 5. Aha. És közben egy automosás. Takarítás. Összesen szakom. De hát a két vágás 10, ez mit tudom, egy Vax 3000, meg egy ilyen bio sampon valami, ami miatt ne kopaszodjak meg. Az. Tehát ilyen 18-at sikerült ott hagynom. Úgyhogy, de hát pár száz forintért itt már Pesten nem találsz embert, aki levágja a hajadat. Tehát, hogy ez nagyon jó. Mohácson férfi fodrászatban 700 egy vágás. Az igen. Az nagyon jó. Az igen. Ez nekünk ugye azért sajnos, hát ilyen áraktól elszokik az ember. Ez nagyon jó. 700-ért levágnak. Hát igen, ott nem tudsz többet elkérni, igen, nem? Ja. Ott nincs terítés, meg mit tudom én, körítés, meg minden, ami... Igen, az a jó, hogy ilyenkor azzal tudod, hogy azért, hogy a fia, Lacikám, itt oldalt egy kicsit, 700, én ne reklamáljam, az első. Igen. Te egy ekkora pályázat, csak az egyik oldalon. De bocsáss meg. És azokra a fodrászatok, amikor ki volt egy női kép, egy férfi kép, emlékszel, és akkor külön vágták a férfiakat, és külön mentél a nőkhöz. Jobbra elmentél a férfi rész, búra alatt ültek balra a nők, és külön volt a két fodrászat. Nem volt még ez, hogy ott ümeleted egy nő, meg semmi. Külön férfi hajvágók, külön női hajvágók. Ültek a nők a búra alatt, ki voltak ezek a nagyon rossz frizurájú nők, meg férfiak. Azok nagyon jók voltak. Pitypunk frizurák voltak, tisztel, mint a pitypunk. Igen. Nejlon nyakba való, hogy ne legyél hajas, csipke volt mindegyiknek a végén gyerekkoromban, mindig kísértem az anyut, és annyira imádtam ezeket a nyakba való nem tudom, kötőbigyókat, hogy ne legyél hajas. Én egyébként utáltam mindig a fodrászt, ez most látszik is, hogy mi lett a következménye, de azt viszont imádtam, hogy állandóan csacsogtak. Állandóan együtt voltak, és mindig ilyen furrettegés volt az egész számomra, mert mindig ugye olyan lassan haladtak, az egyik oldala már így alakult, a másikon még soha, és mi lesz? Igen, és mindig ilyen 60-as marikák vágták, nem? Tudod, nekem mindig ilyen. Ugyanoda jártam, és úgy láttam, ahogy 20 évesen oda került, és akkor 25-30-10, csak ugyanoda vitt mindig apám, meg én is oda jártam, és akkor mindig, de imádtam, hogy beszélgetnek, és akkor képzeld el, mi történt, mondtam neki, hogy szerintem most ebben az időben most tényleg jó lesz neked. Igen, de nem voltak még fiatal fodrászok, hanem ilyen idősek, vagy középkorúak. Nagy tapasztalattal. Nagy tapasztalattal. Engem mindig a 60-as marikák vágtak. Kismama cipőben, izzadságszaggal, tudod, férfi fodrászat, hát lakóterem. Nekünk nem. Tessék? Nekünk nem. Nem? Az izzadságszaggot azt én vittem be. Az a lényeg, hogy volt, de hogy én vittem. Na gyerekek, egyelőre megvan az, aki vezet, nagyon durva, csak mondom, hogy... Itt van, Hangácson, Borsod megye, 290 forint a férfi vágás. Azért nem mondjátok, hogy nem király. Ez alá nem tud senki menni. Tehát ez alá nem tud senki menni. Nem vicc, Borsod megye, 290 forint a férfi hajvágás. Azért az kemény. Figyelj. De van olyan hely, ahol tehát, hogy ő fizet. Igen, ez már csak ezt. 1090 magyar szék, 750 férfi vágás recsk, 800, de hát gyerekek, egyelőre ez a 290, ez messze. Figyelj. Messze alul, mindenkit hangácsra kell menni fordászod. Ha úgy hozza a lépés, ráadásul én az arra a környékre szoktam is járni, ez edelényi kistérség, én beugrok. Na, igen. Már nekem megéri. Mert én ugye saját magam vágom géppel, aha, és annál olcsóbb gyakorlatilag nincs. Menj meg, arra megyünk. Én beugrok. Van, aki azt nálunk 1200-es happy finish is benne van, persze. Jó, és ez hol van ez a település? Szob. Oda is benézel? Szob. Nem, Szobon 900. 900? Igen. Aha. Vidéken 18-ért finoman leápolnak, írja valaki. Hát igen, de elmegyik Jászladányba, 18-ért, ott megmasszíroznak, nem? Tehát igen, hát sajnos a pesti szalonokban ilyen sznopság van, hogy ott az embernek ennyit kell nagyobb kifizetni. Nagyobb a bérleti díj, meg hát nyilván többet fi, persze. Nagyobb rezsivel dolgoznak, hat fodrász. Nekem a Hangácsi szalon, anyag. Ez nagyon megfelel. Melyik? Az árfekvés alapján a Hangácsi szalon. A 290-es. Jó, azért van egy úti költséget, csak mondom. Hát kicsit ráfizetés, igen. Valahogy meg megoldjuk. Már gyerekek, Budapesttől 10 perc Alsó-Némedén már csak 900, tehát azért lemennek az árak. Festés az drága. Hát meg, hogy milyen alapanyaggal dolgoznak, ilyen festék, olyan festék, mit tudom én, francia gyáraktól, azért vannak jobb, rosszabb minőségűek, kevesebb vegyszer, több vegyszer, tehát nem mindegy tényleg, hogy mit tesznek rá, tehát ez inkább nem. Hát az alapanyag, az maga a haj.
A nálad ugye a bársony. Nem kár ebbe belevágni. Sebestyén úrum. Én tegnap is szóltam a kislánynak, hogy nem kérek masszírozást, mert ugye van a fejmosás. Imádom. Tényleg? Imádom. Én megőrülök rajta. Egyrészt ugye arról van szó, hogy ezek a samponok tele vannak vegyszerrel, azt jó belemasszírozza a fejbe, hidegálja, le akarom minél előbb mosni magamra. Gyűlölöm. Tudod, hogy én aranyos kislány 10 percig így masszírozza a habos fejedet. Nem, én nem mosztak még jó meg. Azt nem. Az a baj, hogy egymás szalba vágtatok, nem értettem egészen pontosan. Jól meg. Szeretem, a Viki csinálja, de egy vadidegen nő ott masszírozza a fejemet, a habos fejemet azzal a vegyszerrel, gyűlölöm. Fúj, szereted? Nagyon szeretem. Én igen? Is, én is. Igen. Tele van vegyszerrel, az nem masszíroztassátok. Hát de nem olyan helyen, nem ennyi. Van most már olyan, ahol ilyen rendes biosampó. Tudom, ezek a zöld színű. Az is, de van máshol is. Az, hogy én is fodrászű vagyok. És jó erős keze van, úgy fölpöröksz tőle. Nagyon. Beletúl. Ja, én mindig mondom, semmi tapi, semmi masszás, gyors, rövid mosás. Na hát tegnap úgy masszírozott meg, hogy, vagy úgy mosott, kész, kicsi zokon vette, hogy nem volt masszírozás. Nem masszírozott, csak bejöttél neki. Az is lehet egyébként. Igen. Mondjuk, mikor már combomat masszírozta, akkor már rákérdeztem, hogy fél már kint sötétedik, mennék. Ugye, elment a fodrászom, hogy kiengednél, mert már nem tudja levágni olyan. Már háromszor ráhűlt a hab. Te masszíroztatod magad? Nagyon szeretem. Igen? Igen. Jó, erősen, megnyomkodja. Jó, egyébként tényleg sok idegvégződés van a hajban, csak úgy ott vannak a hajszáledek, meleg vízre kitágulnak, jó kis szódium lauret szulfát, meg ezek a kőolaj származékokat beszívja. Ja, hát ha a bióba mész, az jó? Persze. Te bióba jársz? Aha, vagy hát nem. Biokőolaj. Nincs itt kiírva, hogy bió, de tudom, megnéztem, hogy miket használ a Eszter, és ilyen. De vannak azok a bioszalonok, tudod, ami zöld színű. Ott azért egy sampont megnéznék ott. Hogy mennyire bió. Jó, hogy mennyire bió valójában, de biztos az. És a 290-ben van mosás? Hol is? Borsod megyében? Hát szerintem kell, mert fodrász úgy nem jön hozzá. De van ilyen. Kérdezd már, hogy 290-ben benne van-e most. Azért az nagyon nagy ár, gyerekek. Egy hamburgert nem kapsz. Az én gyerekkoromban Jóska bácsi, aki mellettünk lakott két házzal, oda jártunk, ott volt olyan fodrászat, amit mondtál, balra a lányok, jobbra a fiúk, illetve nők, férfiak. Ott az volt, hogy volt egy ilyen viráglocsoló spricnéje Jóska bának, az... Hármat így ráfújt a hajadra, ez volt a mosás, már nyílta is. De az biovíz volt. Egyébként igazad van. Az kútvíz. Gyerekkoromban nekem se volt mosás. Nem volt mosás. Oda jött a 60 éves Marika, tornacipőbe izzadságszagon, szőrös hólajjal, ilyen hentes ruhába, tudod, nem volt újja. Befújt hármat a spricniből, hát a vízkő az csak éppen, hogy arcon nem vágott, tudod, mert hát lefújt az... Kopart a fejeden a vízkő, beültetett ebbe a forgószékbe, tudod, körbe nyírt, aztán kész, mentél. Nem volt tényleg ez a mosás. Ez egy ilyen flancolás, hogy most mindenkinek megmossuk a haját. Ezért letélte ilyen hajfetisisztam. Lehet, hogy annyi traumaért. Mindent, amit annak idén elvettek tőle. Jó, mondjuk megértem a fodrászokat, mert láttam már egyébként vendéget bemenni, úgyhogy én nem nyúltam volna hozzá. Tehát, hogy megmossák. Könnyebb is dolgozni állítok vizes hajjal, meg ez egy ilyen higiéniai dolog, igen, hogy azért ott nyilván elmennek olyan lányok is, akik tényleg valami kis madárfészek van a hajában, azért ezt nem állt előtte megmosni. Az is egy kemény meló, egész nap állsz és mosod a hajakat, nem? Adtok borravalót? Persze, de én egyben. Tehát, hogy én nem szeretem azt, hogy most oda mész külön a hajmosó lányhoz. Jaj, ezt én sem csinálom. Jaj, hát itt van 500 forint, vagy 300, vagy valami. Hanem úgy adod a végét, hogy akkor abba benne legyen az is. Nem? Uh-huh. Most, hogy visszamenni, ott közben... Én nem megyek én se, sokan mennek, azért kérdezem, mert sokan még mindig kicsit zavaroljuk, hogy mennem kéne, nem kéne mennem. Hát és úgy vagy zavarba, hogy közben mossa valakinek a haját, és tud nyomod a zsebébe. Oda mész, és az 500-asot teszed a zsebébe, az olyan mémem. Hát én úgy gondolkodom, hogy abban a szolgáltatásban egyébként az ő pénze is benne van. Most miért adjak, nem vagyok spúr, de miért adjak neki külön borravalót? Hát meg olyan ciki az egész. Há persze, helyzet. Hát azt mondják, figyelj Bali, 4000 volt a hajad, hát akkor feltételezem, hogy abból 600 a mosás. Igen. Nem? Aha. És lehet, hogy a főnök lenyúlja. Jól hangzik. Látod, milyen problémák nem... Hát most már engem nem annyira. Érted, ez már neked, de te már maximum egy jó vaxolásért tudsz bemenni. Hát ennyi, figyelj. És ti azok vagytok, akik így vittek annak idején fotót is magukkal, vagy rámutattak egy képre a falon, hogy olyan szeretnék lenni? Én egyszer rámutattam. És akkor mondták, hogy Balázs a Cindy Lauper. Szívesen megcsinálnánk. Szívesen megcsinálnánk, én nem biztos, hogy jó lesz. Nem, vittem egy ilyen felálló hajú képről, és megcsinálta nekem a néni. És de volt ilyen? Másnap emlékszem, hogy sapkába mentem az általános iskolába, és technika óránk volt, és nem mertem levenni a sapkámat, mert úgy megcsinálta a hajamat, hogy felszárította ilyen teljes, és ekkorára állt így a hajam. És elaludtam, tudod, reggel én már magamnak nem tudtam, hogy megcsinálni. Hát volt mulatság. Volt, akkor szerettem volna ilyen felálló hajat, de bárcsak le szerettem volna. 290-nél ott még erre nem voltak képesek, hogy ezt megcsinálják, tudod.
nem ott vigyai ritkítás, meg hogy beletépjenek kicsit semmi. Na jó, ez olyan jó hangzik. Mindegy, hogy a hangácsra megyek, viszek magammal egy Vin Diesel képet, hogy olyat szeretni. Figyelj, hangácsom, hogy menj már be egy borotvára vagy valami. Azt nagyon szeretem, hogy ott 290. Júj, borotválás. Az most megint van Pesten, van egy szalon. A régi, a rendes. Tudod, a szétnyitható. Én attól összefosnám magam. Ahogy hívják, akik rálandan rárúgja az ajtót, a tek. Mert hogy az konkrét olyan, mint egy értelem, mint kézi fegyver, az a kinyitható hát borotva. Hát az olyan penge, hát az átvágja a torka. Csak szólaljon meg a telefonja, vagy kapja rossz hírt, érted? Nem megmondtam, hogy ne hívj ilyenkorra, hazamegyek, megbeszéljük, leteszi a telefon, utána azért neki állt téged borotván, én olyanra még soha nem ültem be. Nagyon fogyott a szintgyóc. És remeg a kezem. Ja, Istenem. Vagy az első melója, tudod? Hogy is tanultam? Amit nem, a mondat, amit nem akarsz hallani borotválkozásnál. Hogy is mutatták? Meg hát, ha megbőrsz jön Feni, és ráadásul még a látvány is. Jaj, ne, én ilyenben nem ülök. Nem. Na, mit tudtál meg? Na, beszéltem Alsónyéken, őt értem el, a Borsodi nem veszi, fölhívtam háromszor. Hát, mert sokan meló. Valószínűleg sokan meló. Alsónyéken 200 ér vágnak hajat. Alsónyék alá ment. Alsónyék alá ment. Ne 200 ér nem. 200 ér vágnak. 200 ér, felnőttnek 5 ér, szárazon vágják. Tehát otthon megmossák, és úgy mennek fodrászhoz. Tehát nincs benne a mosás. Gyerekkoromban volt 250. Tehát az én gyerekkoromban volt, ott a fodrászat, a 250. Ott 2, a gyerek, 5 a felnőtt. Jó, van, utána ezik. Mi a Alsónyék. Alsónyék. Az Alsónyék is hírófodrász. Megcélzod, Jani. Rászerveztek egy túrát hétvégén? Szexelni kis térség. Hát közelebb van egyébként. Csinálj már fotót, imádnám ilyen retro, az biztos ilyen retro fodrász szalon, tök jó. Gondolkodom, ez fél, nem olyan rossz. Én már annyi ilyen menő, ilyen high-tech, ilyen nagyon ultrasznop fodrász szalon voltam, én úgy elmennék egy ilyen régi, klasszik, bura alatt ülő. De van ilyen Pesten is, Balázs. Tessék? Van még ilyen. Csak mit csinálnak ott belőled? Hát, tehát az a kérdés. Igen, az igen. Megint mit csináljuk a bura alatt? Melegedjen. Hűbe, csavarokkal. Figyelj, az M6-oson leborítunk. Érted? Figyelj. Forgalom sincsen, tök gyorsan len vagyunk. Eztek ott valami krémest. Ért, de akkor Móninak is csináltasd meg a haját. Egyébként az a bevállaló. Fizesd már be. Nagyon-nagyon jó. Az asszonyt is. Na jó, hogy állunk játékkal? 2-0-ra buktuk a helyet. Jaj, 2-0, igen. Gyerekek, bárki játszik ma, nagyon nyomás. Nagyon nyomás. Valaki olyan játszon, aki bírja a terhelést, jó? Mikor feküdtél tegnap este? Fél 10-kor. Na, kiváló. Meg is vagyunk. Meg vagyunk, ki játszik? Érted. Fél 10-kor elaludtam megint. Odafigyelek magamra. Én fél 12-kor, Feri, te mikor? Fél 1-kor. Fél 1-kor, te vagy a letérde, Balázs, hajrá. Alszatok délután, nem. Ilyen sokáig bírjátok? Most nem sikerült. Atya Isten, mit csináltok fél 1-ig? Hát egy kis ez az még beesik. Egy kis egy, igen. Még oda kellett tenni magatokat? Én fodrász szaklapokat nézek el. Az új séródról. Na jó, olyan játszon, aki nem tud, jó? Már hogy olyan jelentkezzen, aki rosszul játszik, nagyot hal, gyerek, idős, nem ismeri a szabályokat, félrevezethető, megtéveszthető, és egyáltalán nem tudja elviselni annak a jelentőségét, hogy ma verhetőek lennénk, jó? Csak ilyenek jelentkezzenek, jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal mi is. 8 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk! Rákóczi híd Buda felé, Szerémi úton frontális karambol, húha, mentő, rendőr alakul a dugó. De Szerémin, hogy megy valaki frontálisan szembe? Nagy elválasztó sáv van a kettő között, nem? Igen. Én is úgy emlékszem. Igen. Baleset az Üllői úton a klinikáknál befelé, Gyuri küldte ezt nekünk, köszi, és a baleset a Szerémin egészen a, pontosan a Szerémi és a Hausmann sarkán, a trófa előtt baleset a kifelé vezető oldalon, tehát ott kell egy kis torlódásra számítani. Köszönjük szépen. Na, hát 2-0 van, ugye? Ez nagy baj. A drámai helyzet fokozódik. Igen, sajnos, mert ma kikapunk, akkor viszont tényleg baj van. Ugye? Akkor elment a hét. Akkor elment a hetünk, és ez ebben az évben már vesztettünk hetet, úgyhogy nem biztos, hogy azért ez annyira jó. Nem túl jó a teljesítmény. Hát nem. Valójában úgy kellene súlyozni egyébként, hogy máshol kezdjük a heteket. Tehát toljuk el valahogy úgy, hogy soha ne jöjjön ki az, hogy mi ötször veszítünk egymás után. Értitek? Uh-huh. Hogy 5-0-ra kapunk ki? Igen, ha hát mondjuk ötször kikapunk, akkor lesz, mondjuk azt, hogy akkor egyre korábbról kezdjük a hetet. Ja, hogy mindig csütörtöktől számoljuk. Még a múlt hét, és akkor valójában nem is az. Ne, 5-0 csak nem lesz, hát most még azért csak nem lesz. Hát, fél 10-kor feküdtél le, hogy lenne? Igen. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél?
Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello. Szia. Hello, hello, nézem, Baniem. Ki vagy? Laci, hello, Laci. Laci, bizony. Hello. Laci, mi újság? Nem sok minden. Most jelentkeztem, és alig vártam, hogy rám kerüljön a sor, és játszhassak veletek, és no. Megmutassuk, hogy Bukovári van a héten. Anna, ő nem 6 éves. Anna, nem az volt, hogy van, igen, valami 4 éves jön? Az csak 34. Laci, honnan telefonálsz? Nyíregyházáról. Nyíregyházáról, jó. Mit csinálsz? Dolgozol már éppen? Dolgozok, így van, kamionfezetek. Ó, hát az korán kellős, vagy lesefekvős, vagy nem is tudom. Így van. Jól van. Oké, Lac, kivel szeretné játszani? A legkipihentebben. Janival? Így van, rágondoltam, Bali. Ha az elalvási sorrendet nézzük, akkor ugye... Csak mondom, hogy Balázs elkezdett nyújtani. Tehát, gyerek, hogy annyira komolyan veszi ezt a játékot. Teliszeztem tegnap, annyira fájáltam meg. Na, örülök. Tényleg. Kikaptam. Aha. Húha. Komolyabb összeget buktam. Lacikám, játszunk akkor, jó? Nem örülök, hogy engem választottál, de tisztes helytállást a cél részemről. Legalábbis. Jó? Megpróbáljuk. Megpróbálom én. Jó, oké. Na jó van. Sűrű játszol ilyet egyébként? Ezek? Sűrű játszol ilyet? Nem. Előtted a puskaporot. Ha ez volt az összes, akkor nagyobb. Gyerekek, ennyi volt bennem az a helyzet, hogy nem, nincs bennem több. Na jó. Jani. Ki meg tud csinálni szetszét. Minden meg készen, srácok, higgyetek el. Jani. 3, 2, 1, fire. Laci, gondolom szeretnék kérdezni, ugye? Hát, kérdezhetek, mit kérdezzek? Na, kérdezzél, itt vagy? Kipihentem magad, sikerült? Kipihentem, köszönöm, sikerült, így van. Mennyit jó aludtál? Van. Én egy, hát mondhatnám, hogy keveset. Keveset, mert hát gépeztem egy picit az éjszaka. Az azt jelenti, hogy meteztem, mert az én munkámból folyólag... Az mit jelent? Mit nézel ilyenkor? Nincs konkrét, így szörfölök. Szörfölök mindenfele. Csak úgy össze-vissza? Végül is, ja. Figyelj, és a kamionban hol alszotok, vagy hogy van az, hogy mikor tudtok? Kamionban hol alszotok, vagy Szerencsére nekem olyan a munkám, hogy reggeltől délutánig dolgozok, tehát nekem az esték azért otthon telnek, hála jó Isten. Például képzeld, tegnap este, hogy hát annyira unatkoztam, hogy a Eurosportra kapcsoltam, és ott volt ilyen kis egyveleg a Ausztrál US Openről. Jól mondom? Jól. Ilyen különböző bakik. Hát nem, nevettem, nem kevesen. Szereted a teniszt? Tessék? Szereted a teniszt? Hát inkább az F1. F1, amit nagyon-nagyon. Aha, az formány. Formány. Tessék? Az formány. Bizony. Na, hogy én már másfél perc játszom, hogy mióta játszom. A rohadt életben. Akarja elveszíteni. Nem akarja kimondani. Szép volt, Laci, ügyes vagy. Az elején súroltad a passzivitás határát azért bőven, de utána azért szerencsédre berendültél. Mert nem tudtam, mit kérdezzek egyszerűen, tehát kérdezzek, jó, mit kérdezzek. Tehát ilyen, na. Igen. Viszont megnyerted a játékot, és ezzel... És ezzel a hetet. És ezzel a hetet is beleztet. Az arcod! Nagy a baj, gyerekek, nagy a baj, nagy a baj. Ajjaj. Már én sem vagyok a régi. Mit jelent? Nem tudom, hogy elvesztettük a hetet. Tehát, hogyha, hát jó van, de hogyha még a héten szeretnétek pontot szeretni, akkor mi a megoldás? Tessék, hamarabb lefeküdni. Igen, még hamarabb, de fél tízkor aludtam. Hát ennél hamarabb nem tudom, már kobán föl se kéne, hogy kelljek. Laci, ügyes vagy, gratulálunk, küldjük az ajándékcsomagot neked. Rendben, köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Gyerekek, mindent megtettem. Fia, nem sebezhetővé váltam az utóbbi hetekben, úgy érzem. Sebezhetővé váltam. Nem vagyok már olyan jó. Ez a tegnapi elvesztett Elis meccs, biztos azt tett be. Az beteg gyerekek. Az önbizalmadnak. Ápolást kértél? Nem, mindenki próbáltam. Kikötötött a cipőfűzőt? Esetleg mint Nadalna. Igen. Nem mondta ki a nevet? Biztos? A nevet? Nem. A nevet, azt nem. És a nemet? Gyerekek, ki mondta? Hát nagyon tényleg? Sokan írják. Hallgass már vissza. Igen, meg kaptam SMS-t is a drága jó anyámtól. Jaj, csókolom anyuka. Csókolom anyuka. Így van. Hogy nem keveset nevetett, azt mondta. Nem keveset? De az már az időn túl volt, ugye? Nem tudom. De édesanyád érzemleg elfogult irányodba, neki nem hihetünk. Gyerekek, jönnek az SMS-ek, hogy kimondta. Hát valamit kimondott. Anna? Igen, ott a kérdőjel a végén. Kimondta? Kimondta? Kimondta ki?
Várjátok, az a kérdés, hogy mikor mondta ki, mert ugye mi túlbeszéltettük az egy percen, és a teniszről szerintem már az egy perc lejárta, után kezdett el beszélni. Tehát valószínű, hogy időn belül nem mondta ki, mi aljas módon kicsit tovább húztuk az időt, hát ha valamikor beleszaladt, de szerintem az már az egy percen túl volt. Nem. Srácok, ez a haj elment, köszönjük, látjuk, drágek, hogy szerettétek a műsort, igen, hogy meg akarjátok menteni nekünk ezt a hetet. Nagyon aranyosak vagytok, de nem, kb. Ha kimondta, akkor ilyen egy percen túl egy volt. Egy perc 40-nél mondtad. Jó, de visszahallgatjuk azért. Jó, egy perc, pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, hisz annyi minden történt ebben a 15 percben, aztán jövünk mi is a hírek után. 7 óra volt pontosan, 13 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk egy újabb csodaszép napon, egy szörnyű vereség után mondhatni. Mert hogy visszahallgattuk, köszönjük azon hallgatóinknak, akik vájt fülűen hallgatják ezt, élesen sólyom szemként őrködnek felettünk, de nem mondta ki, illetve pontosabban kimondta a hallgatónk, ugye Laci a nemet, de már időn túl kb. 1.40-et játszottam vele, nyilván reménykedve kicsit abban, hogy kimondja, de egy perces időintervallumon belül nem mondta ki, utána valóban igen. Tehát igaza van azoknak, akik írják, hogy kimondta, ha nem rossz indulatban írják, vagy nem sajnálják az ajándékcsomagot, csak szólni akarnak. Kimondta, a teniszről beszélt, akkor mondta ki, viszont ugye akkor már bőven időn túl volt, tehát jár az ajándékcsomag, megadjuk neki, és ezzel tulajdonképpen megpecsételjük saját nyomorúságos sorsunkat is. Ugye? Így van. De nagyon hálásak vagyunk a lojalitásotokért, azért, amiért el akartatok messzelni hallgatótársatokat, és küldeni fogunk akkor hálánk jeléből mindenkinek egy számot majd Csabinál. Igen, az összes hallgatónak. Fú, gyerekek, hát azért ez gyönyörű. Hát igen. Szóval mindenféle terméknél nélkül a Laci behozott egy ilyen kis kézi számítógépet, hogy mi ez, amit vett, azért szóval most ugye kezedbe adnám. Így nem vette, futott vele. Szóval azért ez jó. Gyönyörű. Az azért. Jó. A technológia szerelmesen. Hát ez tényleg szép, és nekem ebből még a régebbi van, de ez gyönyörű, igen. Így van. Nagyon jönnek jó az SMS-ek közben, kimondta ám időn túl, de finoman rohadjon meg az összes olyan igazi magyar, aki azért ír SMS-t, hogy más ne kapjon meg valamit, amit így se lesz az övé. Írja Klári. Igen, de sokan nyilván nem azért írták, csak jelezték. Köszönjük szépen. Aki azért írta, akkor abban van igazság. Chemtrail csíkok Kvác felett. Jaj, végre. Csak mondom. Jaj, végre. Csak végre. Mondom. Most mi lesz? Megint permeteznek. Mende előtt két autó ütközött a 31-es főúton, mindkét autó árokba ment, nincs dugó. Tapolca Veszprém, jó járható, Dudi a kenyeres küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. M3-as Pest felé 128-as kilométer kis teherautó előzne egy tartályos kamiont. Kamion nem engedi, gyorsít, szopat, bocsánat. Ezzel persze szép kis sor alakul ki, kis teher vissza kellett, hogy lassuljon, tiszta gáz, üc, csiga. Gyorsít, szokat. Szokat, igen. Szép, amikor egy ilyen kis terhes szivat egy kamionost, pont fordítva nem, és mögötte meg 4 kilométeres sör, és mindenki öli egymást. 31-esen Maglód előtt két autó ütközött, Milán küldte nekünk, és Rákóczi Buda felé Szerémi úton frontális karambol mentő rendőr alakul a dugó. Na. Mm. Szép? Mm. Hát. Ugye? Hogy azért ez egy... Ügyesek ezek. Igen. Ez egy szép darab. Nem rosszak. Nem rosszak. Jól néznek ki, így van. Mutatósak. Egy lépéssel mindig kórá mögött, de egyébként tényleg már rendben. Ilyet ti is csináltok? Nem, ilyet jobban. Egyébként ebben erősebbek vagytok, ezt elismerem. Tehát igen, az ilyen táblapéci, hát sokkal több mindent tud egy, igen, az a Janiféle vágott szemű. Tehát az ügyesebbek. Ez dizájnosabb, meg szebb, de alkalmazása, felhasználása a tiétek azért az jobb. Ugye? Nem? Na, most akkor azt mondom. Hát miért mondanám azt, hogy igen, amikor most vett egyet? Hát érted, hogy jótól kérdezed, megkérdezed attól, aki vagy hívják, aki éppen most vásárolt be. Jó, hát mondjuk ennek ő a szakia. Tehát, de amit látok, hogy a Viki mit csinál, az a fonnyagyümölcsös. Az ő S betűjén, ahhoz képest a fonnyagyümölcsösen egy csomó minden nem tudok megcsinálni. De hát nyilván azért, mert nem értek hozzá. Tehát ez inkább emiatt. Inkább emiatt van. Valaki írja, hogy jó, ha nem nyert, akkor passzív volt. Valami legyen, mi? Valami, egyetértek, valamit csináljunk, de az a baj, ezt be el kell engedni. A Budapest-Vác vonalon 15-20 percet késnek a vonatok Budapest felé, ezt Bence küldte nekünk. De ez valahogy nem megy a MÁV-nak, gyerekek. Nem, majd belejönnek. Ugye, hogy majd így, idővel. Hát valahogy nem tudják ezt átütni, amit szeretnének. Nem profiljuk, hát. Hát tényleg nem. Próbálnak így kommunikálni, próbálnak úgy kommunikálni, már wifi van a vonaton, meg próbálják ugye a szép dolgokat lehozni. Ez tök jó egyébként, egy csomó vonaton van wifi, pont most olvastam, hogy hány vonatra szereltek wifit. Mintha legalábbis feltaláltuk volna a tüzet, tudod? Tehát... De legalább elindultunk, tehát hogy tudsz wifizni a MÁV-on. Az működik? Szerintem az igen. Szerintem az igen. Hát ott csak routereket kell telepíteni. Tapasztalat. Ez nem egy bonyolult dolog, ez is egy nagy előrelépés. De
De ez, a, ez az időre odaérés, ez még valahogy nekik nem az annyira. Nem, az nem. De ezek a kis elővárosi vonatok, ezek nekem marhára bejönnek. Ezek a kis piros, nyilván van rá valamilyen szakifejezés, ezek nagyon tetszenek. Ott én kipróbáltam ezt a wifi-set, úgy van, hogy el van osztva az utastér. Egyik részén van wifi, a másikon meg nincs. És akkor verekedni kell a helyért? Tehát akkor mindenki a wifi-s helyen ül? Nem, szerintem nem. Szerintem nem. Úgyhogy, de én kipróbáltam, és jó volt, tök jól működött végig. Tehát ha már nem érsz oda időben, akkor legalább addig netez. Akkor legalább ez legyen. Tök jó. Hogy az egyik felén netezel, és akkor... Én azt gondolom, hogy így van, mert hogy ki volt rakva egy ilyen ikon, ezekre az üveg elválasztókra, igen, hogy itt, ezen a részen. És ott, hát tudom, ott van router, vagy oda telepítették, és akkor igen. Annak a ható sugara, mint x méter, és azon belül tudsz wifi-zni. Ez jó. De csak nélkül működött, nem volt vele semmi gond. Igen. Milyen ez a hajléktalan, aki nyert 600 millió? Jó sztori. Amerikából hall az ember ilyen sikersztorikat, hogy Amerika hajléktalan, és akkor beütött a bingó neki, vagy valami, nem? És akkor nyert 10 millió dollárt. Lehet, hogy itthon is van, csak nálunk nem illik vállalni, vagy nem szokták vállalni, tudod, a lottó nyertesek, úgyhogy ez is érdekes, ő tavaly szeptemberben szeptemberi nyert. A sztori, igen. Szeptemberi a sztori, és hát ő egyébként egy alkoholista ember volt, aztán kijött belőle, úgy tűnik, és ilyen tréningeket tartott Budapesten, és pont jött Budapestre tréninget tartani, vagy beszámolót, nem tudom pontosan mit, és mielőtt felszállt a vonatra, volt még annyi pénz, hogy vegyen egy lottót, egy hatos lottót, 5 számot jelölt be, leadta, és mondta, jó, a köszi, elindult, és a lottós ember szólt utána, hogy uram, még egy számot. Nem, az volt, hogy 6-ot jelölt be, és a 7-et kellett megjelölni. Én sem értem, ez skandináv. És ott 7 szám van? És 7 szám mennyiből? Aha. 45? De mindegyiket én sem. A sima 5-ből 90, a 6-os 6-ból, tehát 45-ből 6, és a 7-et hol kell eltalálni? Na mi, egyébként tök mindegy, de hogy azt mondta, hogy igen, a lottós utána szólt, hogy uram, jelöljön be még egy szám, azt mondta, hogy legyen a 24-es, tök mindegy. Úgy is mindegy, tehát egyik számhoz sincs semmiféle érzelmi töltet, meg semmi. Sikerre kiderült, hogy nyert 600 millió forintot. Hát is egyébként ilyen lehetetlen számok voltak, mert egymás után következett, azt hiszem, hogy 4 szám is olyan volt, amiből 2-2 egymás után következett. Igen, a 16-17, meg a 7-8. Hogy egyik pillanatról a másikra azért így az öletbe szakadt hajléktalanként 600 millió, azt mondta, hogy bringával ment az autójáért. Igen. És mondta neki, hogy akkor 3-ig elmentünk. És az autós kereskedő visszakérdezett, hogy 300 ezerig, mert látta rajta, hogy van egy Ólada. Egy Zsigulit ajánlott neki, hogy hát van egy Ólada, hát akkor 300 ezerig menjünk el, tudnék ajánlani egy Zsigulit, és mondta, hogy 3 millióig. És az első autót már vett 6 házat magának, lakást, az unokáját, gyerekeket elhozták, nem is tudom, áraházból, vagy honnan ki tudták őket hozni, vagy valamit nyilatkozott, hogy valami a sogorának a gyerekeit nem volt pénze, be kellett adni állami gondot. Az összes gyereknek vett egyébként mindenkinek egy házat. Ők először kibéreltek egyet a feleségével, ami egy lakást, aztán azt meg is vásárolták. És nem él nagy lábon, tehát hogy semmi igazi túlzás nincsen most az életében, tehát hogy nem azok közé tartozik, akik rögtön a popsiára vernek a pénznek. Annyi luxust engedett meg magának, hogy vett egy autót 3 milliáért, meg vett egy hatalmas tévét, mert imád tévézni, imádja a focit, és akkor most azon nézegetheti. Még egy extra van Kanadában a testvéréhez. Ja, igen. Menni, de mondta, hogy azon még gondolkozik, mert drága a jegy. 600 millió, ha bent hagyod, az mondjuk kamatból most az nem vagy meg, mert az most az kérdés. Kamatból nem. Meg lehet már úgy forgatni, hogy ne legyen. Valutázol? Egyébként? Nem, de hát ő akár... Ne azt mondom, hogy igen. Elkezdesz egy 400 millióból csak váltogatni ide-oda, nem? Hát ha jó időben 100-ba, akkor az... Veszel lehet. 1 millió eurót, nem? Bocsássál meg. Hogy mondjuk megvetted 298-on. Megvetted 298-ért az eurót. Az 298 millió forint, igen, és utána eladott 310, mennyi van most 5? Hát nem, most visszaerősödött a forinti 308-390, mondjuk keresi rajta 10 forintot. Ugye? Vettél 1 millió eurót, ezen a kis tranzakciónak egy 10 millió forintot kerestél. Gyorsan kerestél. Azért az nem? Nem rossz. Hát nem gyengécske. Nem gyengécske, úgyhogy jó helyre vett az a pénz. Visszarántott egy embert, gyakorlatilag így a nihilből, és ez tök jó. Hát abban mindig a szegények nyernek. Azt észrevettétek, hogy nem volt egy milliárdos, aki nyert mit a lottót? Hát kivéve az egyik képviselő urat, aki éppen az adóbevallásában jelezte nem régiben, hogy ők is nyertek, igen. Fura módon viszonylag kevés volt a része, de hát sok felé ment biztos, sokan játszottak, tehát ez most konkrét, ugye egészen konkrét hír. Azt tudjátok, hogy nagyon sokan csinálják adóbevallásnál, ha van nem számolt jövedelmed, tudod, hogy legalizálják egy csomóan? Beírsz, hogy nyerted a lottót? Az nem elég, mert ugye hát meg kell mutatnod a nyerteszelvényt, felvásárolják a nyerteszelvényt. Az igen. Tehát oda mész például egy irodába,
és azt mondod neki, hogy van egy nyertes szelvényed? Van. Akkor mit tudom én? Add a 10 milliós szelvényt, mit tudom én? 100 ezer forintért. Érted? És megveszed a nyertes szelvényt. De miért? Azt miután kifizették? Az persze, hát az nálad marad. Aha. És csomóan úgy, ilyen tipmix szelvény, ilyen szelvény, olyan szelvény, megveszed. És bemész az adóellenőrzés, és kapsz egy vagyonosod, és 100 millió, megfogad, hogy a hatalmas ládába berakod a nyertes. Belerakod. Basszus, és meg tudod venni, ugye a nyeremény x százalékáért, ugye van, akik ezzel csencselnek, meg így legalizek el jövőre, mert azt mondják, hogy van egy 5 milliós nyerte személy, ami 10 milliós, és akkor a nyerhető nyeremény x százalékáért, te aha, megveszed a magát a nyerte szelvényt. És ugye lehet, hogy csak 500 ezeret költesz rá, de közben jóvá tudsz írni magadnak, mondjuk 10 millió forintot, aha, ha a nyerte szelvény mondjuk 5 százalékáért. De honnan veszed meg a szelvényt? Hát vannak, akik bemész. Ja, aki tudja, érted. Igen. Aha. Igen. De olyan is van, hogy ott állsz mondjuk a fogadóirodában, és azt mondja, nyertél, na akkor 100 ezerért adok neked 105 ezeret. Aha. És te beváltod neked 100 ezeret, kapsz, de 5 ezerért vett egy 105 ezeret. Ez most tök jó, jó vagy nekem, egy szelvény, mert nem érted? Tudok elszámoltatni, most aha, nem tudom költségesíteni 20 ezer fölött, ott veszek egy hármast. Remélsz, veszel egy hármas szelvény magadnak, a hármas nyeremény x százalékáért, és a többit tulajdonképpen, ugye te jóvá tudod írni saját magadnak. Én nem egy ilyen sztorit hallok, hogy aha, úgy mennek be, mit tudom én, 2-300 millióval nem tudnak elszámolni. Bemegy, na, számold ki, akkor itt van a nyertes szelvény. Csak az a baj, hogy ezt a vállalkozóként, ezt nem tudod csinálni. Hát, nem számolhatsz el, hogy hívják ott, szerencsejátékot. Magánemberként igen. Hát magánemberként, ha van egy 200 millió be nem vallott okay jövedelme, de sajnos igen, kevés emberre vonatkozik itt, akkor mit tudom, nyertes szelvényeket megpróbálsz fölvásárolni. Tehát ez az egyik útja, módja annak, hogy tudsz mondjuk legalizálni. Mert olyan eszély számot még nem látta, hogy ilyen kaparósos jegy, lottózás, szerencsejáték. Ilyen nincs egyébként, de... De ez egy létező, ez nemrég hallottam, ez egy létező dolog, hogy ezt így lehet csinálni. De valami politikus is nyert, nem? Ezt mondtad, igen. Igen. Ott mi volt? Év nélkül. Hát ott volt egy nyeremény, tudni lehetett, hogy nyertek. Azt hiszem ők egyébként talán kenóztak. Nem így tudom, én igazából nincs jelentőség a dolognak, csak viszonylag kevés volt az ő része belőle. Hát nagy a család, szét. Hát sokfele ment, sok, egyébként ez munkahelyekkel, kollektívákkal, ez így szokott menni. Lehet, hogy az egész parlamentben szétosztotta. Így van. Lehet, hogy az egész frakcióban játszott mindenki. Szétosztod, és kevés jut. Jó helyre ment. Hát ezt már megbeszéltük, hogy egyszer ezt mi is megjátszhatnánk. Jó helyre megy, igen, a sok pénz, mert hátabba hagyják akkor a főállás. Egyszer ezt már mi is megjátszhatnánk. Mit? Hát valami közös számba vettük, mert nullánk volt, ugye? Nem. Én most nyertem egyébként, nem régiben 150 forintot. Te kapartál? Mert kapok ugye, hogyha az interneten játszol, akkor kapsz róla egy jelzést, ugye, az RT-től, az e-mail címedre, amivel regisztrálva vagy, hogy ön nyert. Hát és akkor ilyenkor mindig ugye az a boldogság, tudod, az öröm, az a várakozás. Mindegy. És akkor elmegyek és nézem, 150 forint. Mondom, de jó. És én gondolom, mit csinálsz? A 150-ből? Vesz belőle szelvényt. Mi visszapörgeted azonnal? Hát, még agyalunk rajta. Most még nem döntöttünk. Azt hiszem, hogy félretesszük a gyereknek. Jól jön ez majd neki. Figyelj, mire fölnő, addigra lehet belőle 3-400 forint is. De ti pluszban vagytok egyébként a nagy kaparással, meg az egész nagy családi szerencsejátékkal, amit művettek, mert ezért rá vagytok erre csúszva keményen. De nem. Minuszban vagytok? Nem. Pluszban? Úgy kb. Fura módon, de úgy igen. Tehát, hogy így pont ez a Kelvinben, semmi fog, meg jól. Tehát, hogy semmiféle érzelmet nem vált ki belőlünk a dolog, mert hogy nem kell, hogy elkeseredtek legyünk, de az se kell, hogy nagyon örüljünk, mert úgy gyakorlatilag kb. Ugyanazt nyerjük vissza, amit befektetünk. De van már egy ilyen kis függőség azért nálatok, tehát van egy ilyen, minden héten kapartok. Igen, ilyen kis mókás dolog. Ez valószínűleg gyerekkoromból hozom magammal, mert én ezeket a pici ilyen két oldalt letépő sorsélyeket, ezeket imádtam. Ez annyira jó, ugye a végén volt egy ilyen kis fémgyűrű, és akkor fel volt fűzve egy ilyen spárgár, így jó voltak így egymás mellett. És akkor bementem, és akkor mindig téptek le egyet, és két oldalt így feltépted, kihajtogattad, szépen lassan, és akkor nyert vagy nem nyert. És ilyen, mert akkor ilyen eszelős összegek voltak, 10-20 forint, ilyesmi. És egyszer nagyon jó volt, marha örültem neki,
csak az volt a baj, hogy akkor ilyen városi, ilyen helyi sorségek is voltak, de az volt, hogy az ország minden pontján ugyanezt lehetett kapni, és apám hazahozott valonnan vidékről egy sorsért, kimondta, hogy 20 forint. Nagyon, csak ott lehetett bevágni. Figyelj, nagyon, és csak ott lehetett bevágni, és beváltani, és utána nem tudom, meddig nem is ment arra fele. Tehát, hogy így tökre így, a végén így elfelejtődött a dolog. Egy 20-as buktatok rajta. Érted? Apám. Nekem soha semmi nem jött. Nem mondta apám, hogy lemegyek érte kincsem. Felhozom neked. Itt van, tessék, itt a 20 forint. Egyébként 200 volt a benzin. Nem tudom, én kaszinóba jártam régen, volt egy időszak, amikor átcsúsztam, de soha ilyen nagy szerencsejáték nem volt, egy fél évet kaszinóztam. És most mondjuk kemény vagy negatív a mérlek? Szerintem negatív volt, mi? Igen. Szörnyű függőség tud kialakulni egyébként. Ott mi függők lettünk. Ez egy konkrét szenvedélybetegség. Egy komplett matematikai képlet alapján rulettesztünk. Aha, okos. A lehető legprimitívebb. Pitagorasz tét. Az videóban jó. A kezdő kaszinósok első oldalának első sorát olvastuk el a kézikönyvbe, és ugye tulajdonképpen nem szól másról, mint hogy odász a rulett asztalhoz, megvárod, amíg jön négy fekete. Jön négy fekete, kipörgetem mondjuk négy feketét. És utána elkezdvesz duplázva rakni az ellenkező színre. Mit csinálsz ilyenkor? Ugye kipörgetek négy feketét, előbb-utóbb gondolod, hogy jön a piros. Aha. Fölraksz 1000 forintot a pirosra. Fekete. Fölraksz 2000 forintot a pirosra. De folyamatosan lehet. És addig-addig mész, amíg vagy el nem fogy a pénzed, vagy ugye be nem jön a piros. Mi történik, ha bejön a piros? Az alapösszeget nyered meg. Tehát ugye mindig csak 1000, tehát amennyit először fölraktál, annak azt duplázol nyered. Duplázol mindig? Mindig duplázol. Igen. Mindig duplázol, de nagy bajban vagy, mert vannak olyan szériák, amikor kipörgetnek ugye 8-10-12 feketét. Igen. És egy idő után nem tudsz duplázni, mert elfogy a pénzed. Cuccolsz, mész és jön a piros. Mi történik, ha már fölraktál mondjuk 40 ezer forintot, 30 ezer, 20 ezeret? Vagy buksz 20-at, vagy visszanyered az alapösszegnek a kétszeresét, és mondjuk 500-ról indultál. Tehát 40 ezeret kockáztat, és 500 forintot. Nagyon kellene. Nagyon jó. Óriási szisztémával játszottunk. Rulettasztal, 6 ott még asztalok voltak, tehát nem volt még ez a gépi kaszinó. Beálltunk középre, sasoltuk a pörgetéseket. Pörgettük a zseton, és ahol megérkezett egy fekete széria, piros széria 6-tal, odaálltunk, és elkezdtünk duplázni. A vérbe szivattak minket. Tehát amikor a 16-nál már így az utolsó kis 500-as zsetont kezdtem ráduplázni, és utána nem jött a piros, és minden összeget elvitt, és ahogy elmentél az asztaltól, azonnal a piros, hogy nem, hát ezt nyilván nem tudjuk, hogy manipulálták, lehet, hogy nem tudom, de hogy nem tudtunk. Egy ideig nagyon mentünk, nagyon szakítottunk, és utána egyszer csak valahogy beborultunk. És ezt mi dolgoztuk ki? Nagyon jó, ugye? Nagyon jó. Nagyon ugye? Ez a duplázós, ez a duplázós. Ha egy millióval kezded, akkor jó, mert akkor egy milliót nyertsz. Igen, de mi 500-assal vagy 1000-essel kezdünk. Tehát én nagyon, nagyon primitív. Ugye 500, 1000, 2000, 4000, 8, és ott elkezd olyan gyorsan emelkedni, mint ami 15 éve volt, hogy nem tudtál már oda föltenni, mint a 40-ezet, mert nem volt annyi pénzünk, tehát nem volt annyi nálunk. Tehát szörnyű, mit el nem szól az ember. Nekem is volt egy ilyen aranykorszakom, én csak így nevezem, azt mondom, hogy 17-18 éves lehettem, és felfedeztük a haverémmal, hogy a Kiskegyedben van 5 márkás bon levágható az újság széléről, amit a Hiltonban be lehet váltani zsetorra. És onnantól kezdve rommá vásároltuk magunkat, megvettük az összes újságot, amit lehetett, és mentünk fel egyenként vele. Bementünk, beváltottuk. De beengedtek? Hát ezen én is csodálkozom így utólag. Visszamondom arra, hogy én hogy néztem ki. Azért kérdezem, hogy azért ott van egy dress code a kaszinóban. Hát, tehát, hogy... ott például valamiért erre nem figyeltek annyira oda. Tudták, hogy is ott hagyjátok a pénzt, hogy mi. És ugye bementünk, és én nem is értem, hát persze, hogy értem, mert hogy azért sok kellemetlen dologban benne voltam már életem során, de az is, hogy besétáltunk, és akkor én mentem be, néha volt nálam egy skálás, nejlonszagy. Messziről dobtad persze, a bont, figyelj, ezt vásd be, kisfiam. És akkor beváltották, és akkor bementél, kaptál érte egy kis 5 márkás zsetont, és akkor játszottál. Most mit játszottál, mit csináltál, rulett? Piros-fekete. Piros-fekete? Persze. Ja, főleg a piros-fekete, köszönjük szépen. Igen, megvan, 5-tel beljebb vagyok, csókolom. És már mentem a kasszához, és kifizették, és tudod, hogy bementél, és akkor kijöttem 10 márkával. Aztán persze én is így rácsúszogattam, aztán ott fejeztem be, amikor egyszer kimentem a Szentendrei forintos kaszinóba, és annyi pénzem nem maradt, hogy visszafelé vegyek magamnak egy jegyet. Írjanak már olyanok, akik a kaszinóba dolgoztak, hogy
mondjuk a régen a ruletten például tudták-e valahogy manipulálni? Az engem érdekelne. Olyan kaszinóban dolgozók írjanak, akik nem ugye most már ezekben a gépi kaszinókban dolgoznak, hanem blackjacknél dolgoztak, ruletnél dolgoznak, vagy még van még most asztalos kaszinó? Egy talán van ott a Four Seasons mellett, ugye? Talán az egy asztalos kaszinó talán. Hogy van-e bármiféle olyan krupiék, akik régen mondjuk azt csináltak, már nem csinálják. Be van-e drótozva például a rulettasztal? Rá tud-e lépni valamire, amivel ki tud pörgetni 16 feketét, ha látja, hogy 4 olyan ember áll ott, aki a duplázást csinálja, és mind piros. Nincs ilyen, hogy kipörget 18 feketét. Vagy a régi megszűntek közül. Vagy a régi megszűntek közül. Az ausztria kaszinó az már szerintem kivonult az országból. Szerintem ott is rengeteg alkalmazott volt, magyar alkalmazott volt nyilvánvalóan. Igen. Most hát a Szentendre is már dobós. Sziasztok, itt nem beszélek a forcizom mellől. Igen, manipuláljuk még mindent. Nyilván nem, hanem olyan krupiék, akik tényleg, amikor volt a nagy kaszinó, 10 évvel ezelőtt dolgoztak valamelyik kaszinóban. Hogy van-e valahol manipulálási lehetőség? Mert ugye én például ezekben a félkarúban sem hiszek, szerintem be van állítva egy algoritmus, hogy mit tudom én, egy évente egyszer szórjon két jackpotot, de hogy azért azok nyilván manipulálhatóak, tehát azt senki ne gondolja, vagy a nagyvegaszi kaszinók. De például, amikor odáll egy krupié, és neked simán csak pörget egyet a rulettasztalnál, nem? A gombocska, hogy ott valamit meg tud mágnessel, beszívja a golyót, a nullát, tudod, mágnesezik az asztalt, nem mágnesezik, hogy mi igaz a nagy kaszinó csalásokból, mi van, mi nincs. Aki dolgoztak krupiéként, vagy teremigazgatóként, vagy teremfőnökként, vagy kamerás emberként, akik figyelik az osztókat, hogy hol van az, ahol ugye megvezethetik az ártatlan játékost. Hát, nem? Ez egy izgalmas dolog. Biztos, hogy hát nyilván nekik ezt manipulálik, egyébként veszteséges lenne, persze. Tehát, hogy ez... Nincs egy 16 fekete. És elmegyek az asztaltól, nyomorúságosan megyek piros. Haza, igen, rágyújtok egy cigire, olyan ideges vagyok, sosem dohányoztam, és azon, aki pörgetett a piros. Sebestyén úr, piros. Igen, és még így rád is kacsint tudod a krupi, hogy te hülye Balek. Hát nyilván tudták, hogy mit csinálunk, igen. Na jó, írjanak olyanok, akik dolgoztak kaszinóban krupiéként, vagy hajón dolgoztak kint, szintén krupiéként, és tudnak valamiféle manipulálási lehetőséget. Jó, hogy ezeket hogy manipulálják? De nagy nyerések, nagy vesztések is jöhetnek egyébként, mert hihetetlen jó sztorik vannak ebből a világból. Mondjuk én imádtam, mert az első egy-két hónapban azt sem tudtam, hogy mikor nyertem, csak hallottam, hogy Fred Vosö, Ratatouille, így ilyen nevapű, croissant. És álltál a kis kapuszis pulóveredből, az nagy nagyon most akkor nyertem, most akkor nyertem. Hozzányúlatok, nem nyúlatok? Mindent a kis nyomot. Na, gépi kaszinósok is írnak, jó? Hogy mi történik, hogy történik. 7:30 múlt pontosan, 4 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. Hú, gyerekek, ez a zene. 3:48 múlt pontosan, 1 perc. Azt a mindenit. Na, itt vagyunk, és ugye a kaszinók világáról beszélgettünk, 600 milliót nyert most egy hajléktalan. Érdekes, hogy szeptemberben történt a sztori, most jött ki, ugye? Nézzünk az összefüggések mögé egy kicsit. De hogy arról beszélgetünk, hogy mi van, ha kaszinóba megy az ember, telefonáljanak krupiék, telefonáljanak kaszinót megjárt emberek, hogy tudnak csalni. Mind a játékosok, mind a kaszinók, ha egyáltalán tudnak, ugye ez nyilván ilyen összeesküvés elmélet, hogy persze biztos be van drótozva az asztal, meg a krupiéknek fülese van, meg dupla pakli, meg nem tudom. Meg láttam abban a Western filmben, hogy a csővel oda vezették a levegőt a golyó alá, és akkor megfújták. Igen, és kértük ugye, hogy nemzetközi, mondjad? Hát gondoljatok bele, hogy ha játszol, akkor egyszer nyersz, egyszer, de nem így van nyilván egymás után sorba, de ugye nyilván ki kéne egyenlítenie a dolognak egymást. A nagy számok törvény alapján vannak a nyertesek, vannak a vesztesek, körülbelül 50-50%. Tehát semmi haszna nincs. Ahhoz, hogy haszna legyen a kaszinónak, ahhoz több vesztes kell, mint de nyertem. Szerintem ez nem azért, ez matematikai törvényszerűségek alapján nyersz te kevesebbet. Tehát, hogy effektíven nagyobb esélyed van a matematika miatt többet vesztesz. Tehát szerintem csalást nincs a kaszinókban, egyszerűen minden játék úgy van kitalálva, meg az emberi mohóság, meg hogy nem fizetteted ki a nyereményt, hanem még többet akarsz. Tehát azért a kaszinózás nagy és fontos eleme maga a pszichológia, hogy a nyereményed van, ott hagyod, megduplázod, azt már viszont bebukod, hogy mohó vagy, hogy nem szállsz ki, nem váltod vissza, tehát nekik ebből van a hasznuk, nem abból, hogy szerintem nem abból csalnak, hanem az emberi mohóság és a pszichológiai alapok, ami nagyon jól van kitalálva, hogy tudják behozni azt a nyereményt, de nem azért, mert csalnak, hanem mert tudják, meggyőznek, hogy rakd föl, meg tudják, hogy úgyis megszállott vagy, meg a legtöbb ember az fullmániákusan rakja föl, mert nem tud kiszállni, aztán szépen előbb-utóbb a gatyádat elveszted. Először nyersz, elkap a hévisten, majd fölrakod az autódat is, és ebből van a nagy kasza. Nem, gondolod egy kaszinók, egyszer kiderül, hogy csaltak. Hát az egész szerencsejátékipar, meg az a kaszinó, mindenki bezárhat, vége van. Tehát nem ér annyit az egész. Plusz, ha van egy nagy nyeremény, hát az meg tök jó. Lefotózzák, jackpot, odaadják, mekkora reklám, mindenki ott akar nyerni. Azt egyben egyszer van. A gépi félkarukat azért szerintem ott lehet programozni. Tehát azért az nincs a véletlenre bízva. De egy asztalos ruletnél én nem tudom elképzelni.
És a gépi kaszinónál, ahol ott, ugye igen, ott, a pörget. Hát ott a gépeknél igen. Na jó, de vannak hallgatók, mert írtak sokan, akik nálunk sokkal okosabbak. Itt van egy hallgatónk. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Frici, te krupiéként dolgoztál? Igen, igen. Magyarországon vagy külföldön? Hajón? Magyarországon is dolgoztam, és külföldön dolgoztam 3 évig Londonban, meg hajón 1 évig. Na, hát akkor van tapasztalat. Nézzük akkor először a kaszinó oldalát, majd rátérhetünk arra, hogy a játékosok hogy próbálnak csalni. Ez mennyire városi legenda, hogy esetleg van valamiféle összeesküvés különböző kaszinókban a játékosok ellen? Amíg ott dolgoztam, én csalást így az asztalokon egyáltalán nem láttam, tehát nincs ilyen manipuláció vagy ilyesmi, vagy ha volt, akkor annyira jó, hogy mi se tudunk róla. Te hol játszottál? Rulettem vagy blackjack? Vagy rulettem, mindent, krupié mindent csinál, rulett, blackjack, 5-lapos póker, 3-lapos póker. Tehát itt mentek körbe, ugye? Az este alatt vonultok körbe. Igen. Na, és például a rulettnél van bármiféle olyan, hogy esetleg elképzelhető, hogy be van kábelezve az asztal, hogy mágnes van, hogy bármi olyan, vagy minden a te kezeden múlik, hogy mit pörgetsz ki? Hát nincsen mágnes, tehát a cilindert azt egy az egybe szét lehet szedni ott a helyszínen, meg lehet nézni, tehát nincsen semmi ilyesmi. Aha, és egy krupié képes arra, hogy mondjuk egy kis szériát, nagy szériát kipörgessen, vagy belője nagyjából, hogy mondjuk mi az, amit pörgetni kell? Tehát ezt veletek gyakoroltatjátok külön? Nem gyakoroltatják ezt, persze az öregek mindig azt mondják, hogy én tudok ezt, meg tudok azt dolgozni, de ez szerintem így nem igaz. Aha, tehát ha tudnak, az is csak véletlen. Csavart golyó. Csavart golyó lehet. Ugye ez a kis széria, nagy széria, azt hiszem ez volt a neve, ugye? Ez a kis széria, nagy széria, orszalán, így van, ez a három. Így van, na és akkor hogy kis szériát vagy nagy szériát valaki ki tud mondjuk dobni. Jó, tehát akkor semmiféle ilyen csalás az a kaszinó részéről, legalábbis te nem tapasztaltál. Nem. Gondolom rossz reklám, nem? Hát most gondolod, ez egy tök jó legál biznisz, hogyha egyszer kiderülne ez, akkor kimenne játszani. De milyen olyan eszközök vannak a kaszinó kezében, amivel mondjuk kizökkenthetnek egy játékos, vagy mondjuk akinek nyerő szériája van? Hát nem mondta, hogy olyan nincs, hogy azért azt megpróbálják. Na, persze, hogy van. Valahogy biológia, hadviselés az van, ahogy mondtad úgy az előbb. Mit csinálnak? Ugye például most tegyük fel, vannak elég nagy játékosok, és akkor elég babonásak ezek az emberek túl mindenben, hogyha valaki oda megy melléjük, akkor elviszi a szerencsét. Mondjuk, hogyha van neki egy jó szériája, akkor azt akarja, hogy te mondjuk 5 órán keresztül neki dolgozzál, és ugye hát azt nem lehet, lecserélnek 40 perc múlva, és akkor jön ideges lesz, hogy elvitték a nyerő emberét, hoztak valaki mást helyette. Ugye ha annál is nyer, akkor azt meg 20 perc alatt lecserélik, szóval ezzel szokták felidegesíteni az embereket, vagy mondjuk, hogyha van ilyen speciális kérdés, hogy lassú cilinderre a gyors golyót, akkor ugye pont a fordítottját csinálod, vagy hát ilyen jellegűek, hogy ő felhergelje magát ezen, és akkor ugye elkezdjen egyre vadabbul tenni, és a statisztika legelőbb utóbb veszíteni fog. Aha, tehát ez egy ilyen matematikai törvényszerűség. Igen. Tehát olyan manipulálási eszközök vannak, hogy például új osztó jön, és akkor ő megszokta már babonás, befeszül az új osztótól, elkezd hibázni, ideges lesz. Aha. Te láttál nagy vesztéseket, meg nagy nyeréseket? Persze, mind a kettőt. Mi volt, hogy mit tapasztaltál, mit láttál? Nagy vesztés? Hát, vagy nagy nyerés, vagy a vesztés az érdekes. Jó, mondok egy nagy vesztés, és meg egy nagy nyerést is. Na, most azt fogják mondani, ez nem igaz, de én Londonban egy ilyen arab klubba dolgoztam, szóval itt ilyen Kuwaitból, ilyen családi sarra köttek és hasonlók. Bill Ladennek az egyik tesója is ott játszott nálam. Hát gondolom, ott azért nem egy 5 centes asztalon játszogatnak, nem? Tehát azért ott van mit elszólni. Meg ott a Bill Laden tesójának azért igyekeztet kipörgetni azt, amit föltett, nem? Igen, uram, már nyomott. Na, de mit láttál, hogy mennyivel játszolnak ezek? Egy londoni kaszinóban miért tétek meg? Ugye, én dolgoztam ott a különteremben, ott úgy volt, hogy 200 font volt a minimum tét, és azt hiszem 5000 a maximum számra. Uh-huh. És akkor ott úgy volt, hogy egy éjszaka jött egy ilyen király és nagy, hozott 2-3 táncos lány, hozta magával az ilyen iPod dokolót, hozta a zenét is, ott külön falafeltállakat hoztak neki, aztán ő 1 millió 200 ezer fontot veszített egy éjszaka alatt, de... Atya úristen! Megköszönte, aztán eltávozott, szóval neki egy rossz szava nem volt, ugye van, amikor itt személyesbe megy a dolog, hogy a krupiékat így elég intenzíven hát, igen, hát az itt ültök ott. Viselkedett attól függetlenül, látszott, hogy igazából nem számít neki. Igen, és nektek ugye nyelni kell, tehát hogy bármi történik ott, hogy ti nagyon nem válaszoltok, rendre utasítani lehet az asztal, de nagyon nagy mozgásteretek azért nincs. Nincsen. És így elvesztett 1 millió fontot, farca, fölállt és távozott? Igen, mondta, hogy köszönöm szépen az éjszakát, aztán elment. Aha. És ilyenkor te kapsz bóravalót a kaszinótól, vagy hogy ilyen kerekestőből? Nem, de a vendégektől kapunk bóravalót, de ez úgy működik, hogy minden helyen, hogy közösen gyűjtjük, és hónap végén elosztjuk. Hát de gondolom, aki bukik 1 milliót, az azért nem ad nagy bóravalót, vagy még... Dehogy nem, hát ő nagyon jó jattolt is, mert ugye itt nem úgy van, hogy a végén adja jattot, hanem minden egyes kifizetésnél ad valamennyit. Csak az bedobja a krupié valahova, és már nincs vissza, azt nem kérheti vissza. Az a jatt, minden nyerésnél van egy kis jatt, igen, amit adsz. Igen. És nagy nyerés, az mi volt? A nagy nyerés, az, amire én emlékszem, az 600 ezer font volt ott kint, ugyanúgy Angliában, körülbelül 8 perc alatt. De ez mi, a rulett, vagy blackjack? Rulettel lehet nagyokat nyerni igazából. Rulettel, aha.
Figyelj, és hogy van, hogy kijön 16 fekete, meg 18 fekete pont, amikor én duplázom? A nyomorúságos 500 fontos duplázós játékomban játszom. Igen, ez nagyon fáj Balázsnak, igazából az egész beszélgetés csak erről szól, hogy most már mondja meg. Nem hiszem el, hogy 16 feketét ki lehet pörgetni, úgyhogy ott állok a nyomorúságos 500 forintomban, és már 40 ezer van az asztalon, és 500-at nyernék, ha végre bejönne, és nem jön be. Tehát ez hogy van? Rengeteg ember bepróbálkozik ezzel, tudod, hogy fölraksz egy 100-ast, utána elveszed 200-ast, aztán 400-at, aztán 800-at, és akkor így van, és akkor pont ki az ellentéte 10-szer. Tehát ezzel nem lehet nyerni ezzel a játékon, nagyon sokan megpróbálják, de... De hosszú távon ez hosszú távon bukó, nem? Hát ezzel nem lehet nyerni, hosszú távon mindenki bukó. Uh-huh. És abba hagytad már, nem vagy krupiém? Most nem vagyok, de szívesen lennék újra, csak most nincs lehetősége. Hát most ugye most már asztalos kaszinók, vagy élő játék nincs is nagyon, nem? Ja. Három van Magyarországon. A minden többi gépi? A, nincs gépi már. Nincs, ja, gépi sincs. Ja, tényleg, azokat is bevonták, persze, persze, no. persze. És a gépibe lehetett manipulálni, hogy beállítottak valamit a nyitás előtt? Egy ideig voltam ilyen automata felügyelő is, de azt tudom, hogy úgy működik, hogy ott sincs, legalábbis a kaszinóban lévőkben nincs manipuláció, az úgy működik, hogy ilyen 92%-os visszaadással dolgozik, tehát utána belerakta 100 ezer forintot, akkor az 92 ezeret vissza a nyerőbe. Csak ugye nem biztos, hogy neked, aki belerakta a 100 ezeret. Aha, 8% a 6-a. Aha, tehát hogy te hallod a csilingelést, meg hallod, de effektíve nem neked jön, és ugye mindig amennyit beleraksz, annál kevesebbet vagy te, vagy valaki vissza. És egy hónapban van benne 1 millió forint, akkor abból ugye 8%-ot vesz le, tehát akkor mennyi az 80 ezer. Az a tiszta haszon, de ugye ennél sokkal több pénzt raknak ezekbe a gépekbe, csak abból az 1 millióból ugye visszaad 920 ezeret, aha. Csak mondjuk úgy, hogy 400 ezeret valakinek, a többit meg mondjuk 5 ezeret így, 8 ezeret úgy. De jó, és úgy van beállítva, hogy mindig nyereséges legyen, de azért halljuk, hogy vissza. Mekkora trükk, nem? Nagyon komoly. Csak ugye nem egybe kapod vissza azt a pénzt, ezért mindenki szép kicsibe visszakapja, ugye az emberek mohók nem elég, nekik még nyomják, és így levesz. Aha. Na jó van, köszi, hogy elmondtad ezeket. Szívesen. Köszi, Frici, ciao. Hello. Hello, hello. Köszi, szia. Nagy világ azért ez, nagyon nem? Nagy. Egy este 360 milliót elversz. Ez az, ugye most hát más tételben mozognak azért. Igen, hát akkor is. És neki ez egy jó este volt. Ja. Gondolom, hogy ilyen szaudi sejkek, meg úgy, tehát elmennek egy komoly terembe valahol Londonban. Csajok játszani, szépek voltak, a külön fal terembe. Finom és friss. Egyébként megbukott egy millet. Igen, tehát azért ott nagyon nagy, kicsit másról szól igen, a történet. Más ők, kaliber, igen. Ők nem újságok széléről vágják le a bónokat, ahogy mint csak igen, meg nem rugdossák egyébként a gépi kaszinóban a rulettet. Az hát, ha arrébb megy a golyó. Jó is, az jó kis gépi rulett. Na jó, van valakivel már is Óven bácsit játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Én is voltam krupié, benne ültem a félkaruban, írja. Énekünk Lali. Hello, Cornél. Sziasztok. Hello, Cornél. Honnan hívsz minket? Svájcból, Zermattból. Tényleg? Óra gyár vagy csuki. Igen. Mit csinálsz te arra felé? Egy online rezervációs cégnél dolgozom. De jó. Uh-huh. Bármit is jelentsen. Bármit is csináltak, az biztos nagyon klassz lett. Figyelj, gondolom ott is laktok már kint, ugye? Igen. Mióta? Igen. 2,5 éve. 2,5 éve. Na, hát akkor ti is itt hagytatok minket. És online hallgattok? Online rádión keresztül? Így van, minden reggeli program az, hogy ezt a játékot játszik itt a kolléganékkel. Ők is magyarok? Nem, egyedül én vagyok magyar, németek is sajtják. Ja, és elmondtad nekik, hogy miről szól a játék, és most ők is próbálják kitalálni. Így van. Hát igazából ők nyúztak, hogy mindenképpen jelentkezzünk. Jó, a külföldi a kitalálandó? Külföldit adjunk, hogy akkor bevegyük a német, aha. Meg francia, meg svájci, meg mindenki, aki ott úgy mozog arra felé. És milyen ott az élet kint Svájcban, jó? Kellemes, igen. Azt hallja az ember, hogy nagyon szép, nagyon jó, de hosszú távon dögunalom. Tehát, hogy... De van, aki azt szereti. De persze. Abszolút nem. Azt halljuk, hogy totál lepusztult, iszonyan nihil. Mondjuk téged se a szívinfarktus fog elvinni, hogy hallom, Kornél. Tehát te sem vagy az a kapkodós hebrencs típus azért. Köszönöm szépen. Azért van, amikor az ember tud idegeskedni. Amikor egy rezervállás. Én azért a játék előtt természetesen szeretném kitalálni. Na és név szerint kik vannak ott akkor most így? Csak úgy nevezd meg őket. Akkor hogy... sorolom, mint sorban, akit látok. Katrin, Desiree, Maria, Katya és Madeleine. Hello Katya! Hello Katya! Hello Desiree! A nevek alapján nagyon szimpatikus műintézmény. Na jól van. Oké. Na mutatjuk akkor, jó?
Rendben. Na figyelj. Hát ez még ugye, hogy mit csinálnak? Igen. Hát a nász éjszakáig. Lehet. Te milyen nyelven kommunikálsz velük egyébként? Mert ott azért többféleképpen lehet. Németül. Aha, igen. Na jól van. Oké, jöhet. Na-na-na! Na-na-na-na! Ah, hát ez... Internet most ér oda. Nem kell az effekt. Csak a telefont hallj. Na, mit mondanak? Panakodnak erőteljesen. Ki volt az, aki beénekelte? Valaki beénekelt? Kátya? Miénk volt az internet? Nem, szerintem a tiétek, mert egy picit készen. Ja, akkor értünk arra, amit a Feri mondott. Igen. Azt hittem, hogy ott valaki visszaénekelte, hogy mi történik. Mutassuk még egyszer, mit mondanak a többiek? Szerintem egyszer még mutassátok, nekem van egy tippem. Jó, mutatjuk, figyelj. Na-na-na! Na-na-na! Most fogod érni, figyelj. Most vagyunk ott Svájcban. Na? Senki, ilyen, semmi. Sötétbőrű előadódat. Ott ültök hatan, mindenki nagy nemzetközi stáb, és senki. Egyszer játszunk, én Lenny Kravitzet mondom. Így is van. Kicsit késleltetve zajlik az örülés, igen, kicsit késleltetve zajlik. Igen, egy jó kis Lenny Kravitz. Az egyetlen jó. Ha egyet hallottál, az összeset hallottál. Ne, jó, jó ez. Gratulálunk, Kornél! Ügyesek vagytok. Köszönjük szépen. Köszi a játékot, üdvözlünk mindenkit. Jó. Aztán nehogy elhagyjátok nagyon magatokat ott. Igen. Ti a Svájcban. Szevasztok, jó munkát, ciao. Sziasztok, szép napot. Sziasztok. Csűsz. Csűsz. 8:00 pontosan jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 8:00 múlt pontosan, 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága Morning Show hallgatók, SMS számunk változatlan 06 70 645 00 00, így van. 61-es úton Nagykanizsa és Iharos Berény között csöpög az ónos eső, Fecó üzente nekünk. Szerémi Hengermalom kereszteződésében Budafok felé baleset van, nagy a torlódás vissza a Lánymenyosi hídra. Aztán vannak még trafi Gyöngyösön, a Baross Gábor utcában egy Yetiből. Ezt a András küldte nekünk, köszönjük. Az egy Skoda Yeti akkor, igen, ugye? Nálunk is lehetett nyerni. Igen. Trafi Miskolcon a Pesti úton, máj felé haladókat mérik Fekete Fábiából. Max 60-nal lehet menni, mindenki menjen lassan. Köszönjük szépen! Ez is SMS-be jött. És az utolsó 31-es főút Mendes Hűsáv között baleset vannak. Már kint vannak a rendőrök, úgyhogy mindenki menjen lassan. Fehér út az Őrstől pedig elesett. Mit akartál mondani? Azt, hogy a Fábián is volt. Te végigmentél az összes rendőrautón. Hihetetlen, hogy egy híren belül két olyan típus is van, amihez van közön. Érzelmi kötődés, így hívják. Az egyik a munkám, a másik az pedig a magánéletem révén. Az összes rendőrautón keresztül mentél. Azon szocializálódtál. Még talán Oktáviátok nem volt, na az is nagyon szeretik most a rendőrök. Igen. Egy ideje már. Hát az elfogó, eres. Egy jó eres gyerekek, egy eres Oktávia, az nagyon nagy. Az tudnám az menni. Az nem rossz. Igen. Az még nem volt. Azok. Nem, mert nem volt. Szerintem egyébként nem is nagyon lesz, most már nagyon ráfűztünk a japán vonalra, úgyhogy... Japán lettél? Japán vonalon mész? Persze, érted. Kici, igényes, keveset fogyaszt. Igényes. Jó az egyébként. Na, egy érdekes történet tartja lázban a világsajtót, és meg kéne próbálunk megfejteni, hogy valójában működhet-e. Ugye itt van ez a hajótörő történet, ami nagyon érdekes, és szerintem aki olvasta, elgondolkozott rajta, hogy lehet, nem lehet, mi történhetett. Állítólagosan José Salvador Albarengo, ugye így hívják. Már megdőlni látszik a hír. Vagy Albarengo. Ezeket a neveket. Igen. 13 hónapon keresztül hánykolódott a nyílt tengeren. Egyelőre még van, aki vitatja az ő történetét, van, aki azt mondja, hogy igaz lehet, és ez valójában megtörténhetett. De minden esetre sokan hézagosnak találják a kis halász sztoriát, hogy jutott el egyébként a Marshall szigetekre, 13 hónapon keresztül. Állítólagosan volt ugye egy társa, aki hát egy idő után elhalálozott, utána sokáig ő is azon gondolkodott, hogy legyen öngyilkos, majd rájött, hogy meg tudja fogni a madarakat, mindent, és stb. Életben maradt. A sztori érdekes egyébként, van róla fotó, láttátok a fotót? Igen.
Igen. Egy ilyen szakállas, jó húsban lévő, ám de meglehetősen kozmetikailag azért lelakott pasiról van szó. Igen. Aki nagy több mint egy éven keresztül volt ugye a nyílt tengeren. Hát borotvát nem tudod fogni. Igen. Na de nekem pont ezzel a kis fotóval van bajom, ha valaki 13, ő azt mondta, hogy ugye teknős vért ivott, teknősök vérét itta, meg a madarakat, aha, a madarak igen. vérét is. És albatrosz zsírt. Igen, tehát hogyha te 13 hónapon keresztül ezen a viszonylag visszafogott diétán tengeted az életedet, szerintem nem létezik, hogy úgy néz ki, mint ő. És itt nem a szakára gondolok, hanem ő egy nagyon jó húsban lévő ember. De nem tudjuk, hogy nézett ki korábban. Lehet, hogy 250 kiló. Igen, de várjál, induljunk egy kicsit korábbról, mert ő azt mondja, hogy 2012. december végén indult el. Aha. Igen. Most ha 2012. december végén indult el, akkor ő ugye 16 hónapot mondott magáról, hogy 16 hónapot volt a nyílt vizen, de hát az már ugye eleve nem jön ki, mert 13 hónapot élt túl a csónakjában, 16, és ez ebből lett csak 13, én is 13-at mondtam, de az már az átszám volt. Ő 16, azt mondta, hogy 16 hónapot volt, szerintem nem stimmel, ugye mert 13 hónapot élt túl a csónakjában. De hát több időzónán keresztül hánykolod. Nem, meg ott tudod, kiszámolja minden nap, hogy megint reggel, megint este. Igen. Azt mesélte, hogy nincsen családja Mexikóban, de 4 testvér él az Egyesült Államokban. 7 méter hosszú csónakkal indult elő egyébként halászni. Aha. 2012. decemberében. Elindult egy egynapos halászatra, és volt vele egy 15-18 éves fiú, akinek csak a keresztnevét tudja, ők Szielnek, vagy nem tudom, hogy hívják. Kisodródtak valahogy a nyílt vízre, és a tinédzser fiú egy másfél hónappal egy viharban meghalt. De állítólag a vihar sodorta ki őket a nyílt óceára. Tehát nagyon sántít ez az aha. egész történet egyébként, hogy hogy kerülsz te ki egy halászattal, ha ott van az evező a kezedben, a nyílt óceára. Hát, egy mexikói öbölből. Vihar elkap, az azért el tudja. Tehát, hogy egy vihar erejével szemben nem érsz semmit szerintem az evezővel. Lehet. Igen. Tehát, hogy az így elkaphatja a hajót, az kiviheti. Betekiláztak előtte aztán. Picikét, persze. Kisodrottak. Na, mi lenne velünk? Vizsgáljuk meg az hát, esetet. Hogy ott vagyunk hárman egy csónakban, 13 hónap nyílt vizen. Ő ugye azt mondja egyébként, hogy maga mellett úszó halakat fogott. Aha, az aha. még az még 13 hónap alatt csak egyet fogott, de az egy bálna volt. Igen, nyersen megette őket, madarakkal táplálkozott. Aha, aha. És a madarakat azokat hogy csaltolta? Na, hát ez a kérdés. A hal darabot kiteszed a halfejet, amit nem ettél meg, mert azon ugye... Ja, tényleg. Azt kiteszed a csónak végében, leszár rá a szula, vagy a sirály, vagy a kormorán. Ja, és akkor köré raksz egy ilyen hurkot zsinórból, és akkor megrántod. Na de nem úgy van, hogy úgy... És sokan, húz is egy darabig. Sokan úgy kerestek ugye szárazföldet, hogy észrevették a madarat. Igen. Ugye? Tehát a madarat akkor tudod észrevenni, ha szárazföld közelében nyílt vízre, az Atlanti-óceán közepére, a Csendes-óceán közepére. Vagy az Ószövetségbe. Visszajött egy kis ágacskával a szájában, ugye? De hogy tulajdonképpen ő kisodródott a nyílt vízre, és elment egészen a Marshall-szigetekig. Marshall-szigetek, tudjuk pontosan, Marshall-szigetek hova tesszük? Ugye hát Hawaii és környéke. Az Mikronézia, így van. Hát de igen, de bele tudok nagyítani. Az Hawaii és Ausztrália között van félúton. Na, hogy jutott el oda? Hány kilométert ment, azt nem írták? Tessék? Hogy hány kilométert ment körülbelül? Hát... 13 hónap alatt? Ja, értem, tehát Mexikó nyugati partjáról kellett, hogy induljon. Tehát nem aha. a mexikói öbölben volt ő, hanem kint volt a Csendes-óceáni részen. Aha. És a Csendes-óceáni részen jutott el egyébként a Hawaii és Ausztrália közé félúton, ugye a Marshall-szigetekre. Igen, mert azt észre kellett volna venni azért, hogy átsodorodik a Panama csatornán. Igen, azért azt lehet, hogy rohadt nagy hajók voltak ott, ott senki nem vette észre, azért azt lehet, hogy észre kellett volna venni. Menekültem, jaj, nem, rosszabbodik a helyzet. Elhajózott a Yucatán félsziget mellett, és elindult volna az Atlanti-óceán, és valahol, mint a Portugália partjainál partot ér. Na tessék, hárman ott vagyunk egy csónakban, nézzük meg. Kit viszünk még magunkkal, kell-e valaki, vagy hárman meg tudjuk oldani, hogy 13 hónapot legyünk vizen. Hova bújsz a tűzőnap elől? Mit iszol? Ki lenne a horgász? Hogy csinálsz horgászbotot, ha mondjuk egy vihar után elmegy a felszerelésed? Hogy fogsz halat? Aha. Tehát itt azért hát, vannak kérdések. Hát szerintem mindenképpen vigyük magunkkal a Leskadály mondott, hogy az legyen desszert is. Mindenképpen. Egy pornosztára, egy 13 hónap vergődés után. Hát azért értem. 10 hónap nem fürdés után, ugye az egész, úgy, hogy nagyon lenne hangulatom. Tehát pont amire vágynék éppen, az nem egy csapatszállító hajó, vagy valami turista hajó, hanem a Leskadály mondra. Ő nagyon kell. De mit csinálna egyébként? Ő tennénk meg először? Nem, hát hogy érted, fogunk valami sirályt, meg mit tudom én, valami karthalat, vagy ilyesmi, érted, sok sós után legyen valami édes. A Leskadály mondott, kiraknánk Csalinak mondjuk, nem? Tényleg.
ki fölmen egy angol spárgába terpeszbe, és jönnének a madarak. Mert azt hinnék, hogy... Azt hinnék, hogy hatalmas valami hatalmas fészek. Na, de tényleg mondjuk, kisodródnánk mi hárman a nyílt vízre. Tudnánk ott mi halad? Hogy fogná, ha hogy állnál neki? Biztonságban vagyunk. Ott van János és a túlélőkészlet. De mit csinálsz egy túlélőkészlet? Ugye ő szerencsés, ott horgász volt, neki lehet, hogy volt botja, de nincs botunk, effektíve reményben. Van horog, van benne zsinór, van benne súly, tehát hogy konkrétan tudnánk horgászni. Tudnánk halat fogni? Igen, igen. Akkor lennénk nagy bajban, ha valami komolyabb példány akadna rá, mert akkor onnantól kezdve, hát egyrészt kiszakadnak is szájából, a dolog másrészt meg nem tudnánk behúzni a csónakba. Az mi lenne, hogy tulajdonképpen nyersen kéne ott halat ennünk? Tehát ahogy kifogod igen. Ott, úgy... Minden nap valami... sushi. Minden nap sushi. Azért tizedik napon már nagyon szívnálak. Feri, már megint sushi. Hát és ráadásul én elég bajba lennék, mert hogy ugye azért, tehát hogy vegetáriánusként nekem azért elég nagy problémát okoz. Na most ez egy jó kérdés. Felülvizsgálnám a dolgot egyértelműen. Nyilván nem halnál ilyen, az életösztön erősebben működik, tehát a legerősebb ösztön körül ugye az életösztön erősebben működne, mint némi elvi kérdés, hogy az állatok igen. A barátaink, ott nem lenne a barátod, nem tudom mi. Nem, lenne mindig egy kis... már ki az első napon kevesebb kaja elég. De hogy is, nem mindig lenne egy kis szíjjáték a fülemhez tartalom alatt, és azt mondja, ha hallgass csak, hallgass csak. Meg akarok halni. Megehetsz, Jani, én egy aranyhal vagyok. Ha lenne ivóvízkészletünk, kinél lenne a kulacs? Ez a legnagyobb baj egyébként. Jó, de kiőrizni a kulacsot, tessék. Tehát ki az az ember, akinek úgy adnánk oda a kulacsot, hogy tudjuk, hogy éjszaka nem iszza meg? Hát neke... Próbáljátok meg érzelmileg egy kicsit belehelyezkedni a szituációba. Víz. Feri. Az a baj, hogy ő megfullad a víztől, nála lenne a legjobb helyen. Feri számára nem érték a víz, neked nem adnánk oda, mert egy óvatlan pillanatban hajat mosnál vele. Na de várjál. Én meginnám Ferinél kávé. Kellene valójában őrködnünk, hogyha valakinél lenne mondjuk fél liter édesvíz, az utolsó édesvízünk, hogy azt mondjuk ne igye meg? Tehát amikor ott vagy a szomjhalál szélén, akkor azért ez a nagy baráti nevetgélős hangulat azért az így megbomlani látszana. Tehát ennek nem az a pszichológiája, hogy végig nevetünk 13 hónapot, ha te benne vagy érzelmileg ebben a szituációban. Na jó, de 12-ben csak mulatnánk. De ő például többet akar inni, mert nagyobb. Engednénk, hogy ő többet igyon? Vagy ugyanannyi fejadagot kapna, mint amennyit én kapom? Ne, ugyanannyit kapna. Hát dehogy már, te harmadannyi vagy súlyban, mint én. Hát ez igaz. Akkor háromszor annyi víz jár. Aha. Te elmész egy literrel, nekem kell három. Ugye ilyenkor van az, hogy ugye amit pisilsz, azt is visszatöltöd. Tehát ugye ezt hegymászók mondják, meg akik túlélték, hogy ugye a pisi az önmagában inható. Te jó. Tehát egy idő után, nem csak mondom, hogy egy idő után, ha nem lenne mondjuk teknős vérünk, akkor egy idő után meg kellene inni. De egy kulacsunk van, és hát ez egy jó, nem? Ez egy jó kérdés. Azt megcsinálhatnánk egyébként. Srácok, az én csapom önkiszolgáló, járjatok rá nyugodtan. Tehát, hogy... Nem, például köztudott, hogy igen? Például a maszályok marhára szeretik a marhavért, de mindenként lékeljük meg a Ferit. Elet vágnánk rajta, oda mennénk, és... Nem, most, de nem, a kérdés jó, tehát valahol a humor és a komolyság aha. Között kell leveznünk. Például, ha vért akarunk inni. Mert ugye nincs ivóvíz. Lehet az, hogy valaki vért ad nekünk, és megisszuk egy kicsit az ő vérét? Egy fél decit, egy decit, egy decit. Mondjuk leveszünk fél liter vért a Feritől, de akkor legyengül. De hát, hogy gyengül fél liter, az neki semmi. Az a baj, hogy neki átlagosan, mert 5 litere van Feriben, így a 8-10 liter vér. De figyelj, ez az energiát szállítani. Elered az óra, hogy belefulladunk. Az a baj, hogy szóval igen, Feriből nyernénk a fért, Feriből nyernénk jó, a húst. Az a baj, hogy itt azért az érdekszövetség már bontakozódik, hogy erősen partonára kerül. Ezt nagyon hamar összezártunk. A nagyra kéne rámenni. Kicsit olyan, mintha egy gulyát vinnénk magunkat. Érted, itt van Feri. Arra kell nagyon vigyázni egyébként, hogy ne legyen alatta a kulacs, amikor megmurdel, mert ott döglünk meg, nem tudjuk lefordítani róla. Érted? Alatta van a kulacs, a maradék vízzel. És plusz úgy kéne, hogy meghalljak, hogy a csónak szélén ülök, mert kidobni se tudtak. Ráadásul még ez is. Mondjuk nálam van a kiskésem, tehát egy darabonként, de mondjuk melós lenne. Feldarabolni egy ekkora, öncentis pengével Ferit. És akkor meg kéne fognunk az esővizet például? Tehát csinálnánk egy pulóverből, vagy valamiből mondjuk valamilyen esernyőszerűt, fordított esernyőt, ugye, és akkor fölfogjuk az esővizet, ha vihar van? Ha. Tehát ilyen klasszik dolgokat kéne csinálni? Hát te sem maradj egyedül egy csomagban. Valami feladatot adjatok nekem. Mert mit tudom, hogy van valami ronydarab. Balázsnál mindig van egy csinos pulóver. Gyerekek, hát azért a kedvenc pulcsim nélkül nem szenvedek hajót. Akkor föl kell fognod az esővizet. Hát ez könnyű lenne, mert ha mondjuk ismerem minket, valamilyen felfújható kajakba mennénk, és nem valamilyen faszerkezetbe, akkor abban úgyis megáll az esővíz. Aha, és lukd bele a lábad, és aztán azt iszod. Aha, igen. Mi alapján tájékozódnál? Tessék, meg tudnánk-e azt oldani, hogy vagyunk valahol, mondjuk kisodrottunk a csendes óceánon? Megnéznénk, ugye, tudjuk, hogy Ferinek melyik oldala mohásodik. De most komolyan, tehát például tudjuk, hogy... Oké, mondok egy egyszerűbbet. Elindulunk mondjuk Mexikóból, a mexikói öblön keresztül,
és tudjuk, hogy ugye akkor azt jelenti, hogy nekünk keletre kell mennünk, mert ott előbb-utóbb valahol Portugália, Afrika, valahol ott partot érünk. Átmegyünk az Atlanti-óceán. Hajón vagy. Hogy mész keletre? Tessék, van a csillag, van a nap, ott van az esthajnal csillag. Nagyjából, ugye vannak az áramlatok, te bármerre mész vissza az áramlat. De hogy lövöd be például nyugatot? Vagy merre kell a nap, merre nyugszik? Merre mész észak felé? Merre mész dél felé? Hogy lövöd be? Szerintem úgyis eleve nyilván sajlamok vagyunk mind a hárman, soha nem hagynánk egyetlen napfelkeltést. Ezért tudnánk, hogy merre van kelet. És akkor azt kell csinálni, hogy mint az állat el kell kezdenünk evezni egészen délig, mert utána, és akkor abba kell hagynunk. Amikor pont fölöttünk van a nap, akkor abba kell hagynunk. De azt tudod, hogy az áramlat visszavisz, akkor lehet, hogy egy helyben járnánk nagyjából egyébként a tengeren, mert amerre az áramlat visz, annak ha te ellentevezel, amikor nem evezel, megint visszavisz. Tehát nyílt vízen te nem tudod, hogy merre mész. Fogalmad nincs, sodrót. Tehát nem úgy vagy evezel. Ha a nap irányába próbálunk meg, mert jó, akkor lenne csak mondjuk egy evezőnk. Lenne egy evezőnk. Egy evezőnk mondjuk lenne. Mondjuk az nem sok, hát de nagyon. Ha jó, legyen kettő. Akkor már Feri tud evezni két evezővel. Köszi. Ne, te drága vagy. Nem, akkor te már meg vagy. Mondjuk az is igaz, te kirakod a lábad. Téged belelógatunk a vízbe. Hátul, hogy csak a lábad tényleg leér, egyébként, és akkor az nagyon cápa barát, hogy engem lógattok a vízbe. Hát, ezért kell csak nagy hullámokat. Van farmotor és van csali. Tehát az abszolút cápa barát megoldás, az a veri nagy hullámokat a lábaddal. Tehát azt így nagyon szeretik. Nagyon meg lennénk mi lőve egyébként. Meg. Esthajnalcsillag, ugye a Vénusz, abban hova tájékozódnak? Sarkcsillag, ott azért ezeket be kéne lőnünk, csak annyira elszokott az ember ettől. Hát igen, az éjszakai navigációhoz ez kell. Hát a legfényesebb. Tehát abban az irányba kellene mennünk. Mert akkor merre mész, ha legfényesebb? Hát az esthajnalcsillag irányába. Na, jó, de, de hova mész? Hova mész az esthajnalcsillag? Mit csinálsz? Tehát megtalálod mondjuk az esthajnalcsillag, főn a Vénusz, főn a Sarkcsillag. Ugye az a göncöl tetejétől egy hét ilyen számolásnyira, azt hiszem az a sarkcsillag. A két hátsó, igen, a két hátsó pontot hétszer fölrakod, ott van a sarkcsillag. De ezt még látjuk, akkor még merre megyünk? Sem erre nem megyünk. Tök hülyék vagyunk ez. Nagyon. Annyi, három, olyan hajó törött lenne, hogy az... Iszonyatos, és rengeteg félreértés lenne belőle, hogy itt tudom én például így, nyilván így megpróbálnánk így a tudás morzsáinkat összeszedni, és akkor felmerül, le, hogy de jó lenne egy szextáns, erre Balázs mondaná, hogy azt hittem már sohasem kérdezem. Nem szextáns, szextáns. Mondanám, nézd, Jani, a Feri elalszik, én benne vagyok. Szextánsot kerestem mindenféleképpen. Gyerekek, a helyzet az, hogy három hülye ember ülne ott, és sodródnánk, ahogy ez a kis mexikói egyébként. Csak azt nem tudom, hogy egyébként mi az értelme annak, hogy ő kamuzik. Tehát aki kamut sejt, az hát nem megette az unokaöccsét. Lát egy energiaitalos dobozt, és, vagy egy gyilkosság, amit ő így próbál eladni? Hát fura egyébként. Tehát mi az értelme annak, hogy valaki ezt kamuzza, hogy kim volt 13 hónapig ilyen nyílt vizem? Visszarakják, fölültetik egy repülőre, és visszamegy oda, amilyen állampolgár, nem kap állampolgárságot sehol. Tehát, hogy miért találnak ilyet? Mi értelme lenne? És az meg vagy 13 hónapig nem szól senki el? Szerintem van egy olyan mentális része, amit azért mi még nem is nagyon tudunk fölfogni, hogy ott vagy néma a saját érdekedben, igen, mert egy idő után már bedugnánk a másikat, a folyamatosan karatyolnak. Ja, iszonyat veszekedések lennének, de mikor gondolod, egyedül vagy. Igen. És 11 éven keresztül nem szól hozzád senki. És nem tudod, hogy élsz, nem tudod, hogy mit hoz a következő reggel, nem tudod, hogy megtalálnak, ott halsz-e meg a nyílt vizen. És több mint egy évig zéro emberrel tudsz kommunikálni. Szerintem megbolondulsz. Hát nem? Már ott a halakkal beszélgetsz, akit találsz. Egy fésűkagylóval. Ezt gondold el. Neki a kedvenc filmje nem a Pi élete, nem? Hát valószínűleg nem az a kedvenc. Na mindegy, izgalmas történet egyébként. Hát... Igen, meg hát azért még megnézem, hogy fogod el a teknős, tehát ugye aki buvárkodik, tudja, hogy azért a teknős rohadt gyors, ott is elfogta a teknős, tehát megnézem, hogy szabad kézzel elkapsz a teknős. Igen, de mondom, hogyha a kis túlidőkészlet ott lenne, akkor azért sokat jelentene. Tehát, hogy nagyon sokat számítana, átértékelődnének az a dolgok. Tehát, hogy egy picit leértékelődnének a sztoridiaid, és felértékelődnek a damilom. Igen. Gyerekek, amíg az iPhone-omban lenne erő egy applikációt, találnék valahol valami. Hármunk közül én főzök a legjobban, de rá Feri. Jó, de... Miből is minden. Igen. Milyen tulajdonságok értékelődnek le és értékelődnek fel, ugye ki tud lándzsázni, ki tud vadászni, tehát ott azért átalakulnának az erőviszonyok. Valószínűleg te lennél a legértékesebb, mert te ilyen jéghátán nincs megérsz a kis túlélődobozottból. Miből faragsz lándzsát? Haló? Én nem, hogy nem azt mondom, hanem hogy különböző tulajdonságok érnének valamit. Én hát nem tudom. Nem tudom.
egy nyitott szájjal beleim fújna a szél, és ott tudnánk vitorlázni. Én leértékelődtem, gyerekek. Én a szokásaimról nem mondanék le. Biztos, hogy rendszeresen próbálik meg sportolni. Sportolni. Nyilván az lenne a legnagyobb bajod. Egy éve hánykolódunk az Atlanti-óceánon, hogy a fussál ma is 10 kilométer. Megmondom, persze, miért, mert zuhanyozni viszont nem tudnék, ennél fogva egyre büdösebb lennék. Viszont a sirályok szeretik a dökhúst, és állandó lennék csalina. Érted? Kiülnék a csónak szélére, jönnének rám, belogatnám a lábamat. Egyébként tényleg mi lenne a csali? Mert ahhoz ugye kis halat is kell fognunk. Tehát, hogy itt előbb vagy utóbb szerintem ráfanyolodnánk valamelyikünknek valamelyik testrészére, mint csalira. Sorsot kellene húznunk, hogy kiáltozza be a kis ujját. Vagy pedig bőrkeményedéseket vágnánk le a sarkunkra. Feri meg se érzi, elveszti a ballábát. Semmi. Van. Na jó van. Érdekes történet. Most hol tart ez az ügy? Visszarakták már Spanyolországba? Visszaküldték? Igen, ugyanazon az úton, ugye Mexikóba. Mennyi? Szegény. Érdekes, kíváncsi, hogy mi lesz a vége. Fél kilenc volt pontosan egy perccel. Megpróbáljuk Forrándort fölhívni, lehet, hogy elérhető, megkérdezzük, hogy ennek mennyi a realitása, meg hogy mi alapján lehet tájékozódni. Hát, ha tudunk egy ilyen nagy tengerjáró mackót találni, aki ezért ehhez ért, el tudja neki mondani, hogy mi mit tudnánk csinálni hárman. Illetve hármasugrásra is lehet jelentkezni, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A hírek előtt arról a mexikói férfiról beszélgettünk, aki ugye állítólagosan 13 hónapig hánykolódott tengeren, megtett 8000 mérföldet, tehát egy hihetetlen dolgokat állít, és a Mexikó ugye nyugati partjától egészen a Marshall-szigetekig sodródott, hát az is hihetetlen távolság. És ugye a csendes óceánon, Hawaii és Ausztrália között félúton kötött ki a Marshall-szigetekhez tartozó Ebon Antalon ért partot. Na most mutogatják közben a tévében, egy viszonylag jó húsban lévő pacákról van szó, akinek kicsit. Ugye nagy a szakálla, de fogyni nem látszott, hát most vagy a teknősfér ennyire tápláló, vagy az egész sztori sántít. Minden esetre mi arról beszélgettünk, hogy ne adj is, de ilyen történne valahol, amire az ember kicsit vár is, hogy talán egyszer egy ilyen történik, akkor hárman, egy hajóban nagyjából mennyi esélyünk lenne arra, hogy mi ezt túléljük? Hát olyan 2%-nál már vagyunk. Igen, hogy mit csinálnak. És rögtön följük Fanándort, aki ugye azért ennek komoly szakértője, hogy valójában három laikusnak mennyi esélye lenne életben maradni. Hmm. Egy kis halászhajó, mert ugye azért ezt nem szabad elfelejteni, ez egy 7 méteres kis bárka jellegű halászhajó volt, amin azért volt háló, kötelek, stb. Tehát neki meg volt a lehetőség arra, hogy halászon. Aha. Az nagy segítség. Mert egyébként vége. Igen. Tehát egyébként vége. De a palin nincs lefogyva. Nem? Nincsen. Ugye, hogy jó húsban nincs. Van. Kis pocakja is van egyébként. Úgy, hogy csak halat evett 13 hónapig, meg teknős, meg teknősvér. Tehát ugye olyan húsokat, amik nem túl zsírosak, és ehhez mondjuk nem evett kenyeret. Hát, igen, bizony. Arról nem beszélve, hogy most nem vagyok nagy szakértő, de hogy a teknősvér az nem halvad meg viszonylag gyorsan a melegbe? Hát ezt meg kell innod. Gyorsan meg kell innod. Hát utána... Visszadobod, igen. Na, mindjárt okosabbak leszünk, itt vagyunk. Fanándor, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt kívánok! Ciao! Hello! Hallottad ezt a történetet a mexikai férfiről? Hogy mit? Hát itt most tőletek hallom, aki fölhívott, az mesélt el a sztorit. Igen, Lacival meg Annával beszéltél, igen. Hogy... Azóta gondolkozom, hogy mit is gondolják erről. És hát orvos a megoldás. Én úgy gondolom, hogy orvos meg kéne megvizsgálni. Tehát azt mondod, hogy nem, kevésbé lehet reális ez a dolog? Vagy hogy ez inkább valami kamuszagú dolog? Hát én úgy gondolom, hogy ez nem lehet igaz több oknál fogva, mert hát ez a mexikai térség az olyan, hogy valahova előbb-utóbb kisodorja a tenger, másrészt meg én elég valószínűtlennek tartom ezt a történetet. Hát, meg lehet ezt vizsgálni úgy is, hogy valóban megvizsgálják az orvosok, másrészt meg hát a pszichológus, hogy mennyit hihetünk el ennek. Tehát ha mondjuk a Mexikó nyugati partjától elindul a csendes óceánon keresztül kisodródva egy áramlatot megfogva, akkor lehetetlen, hogy mondjuk 13 hónap múlva valahol a Marshall-szigeteknél kikössön? Teljesen lehetetlen? Hát, nem mondom, hogy lehetetlen, mert annyi minden lehetséges, de nekem lehetetlennek tűnik. 13 hónap az nagyon hosszú idő, még adott esetben normális körülmények nélkül pár nap is nagyon hosszúnak tűnik. Itt ugye egy... Én nem hiszem, hogy ez megtörtént, ez olyan mese kategória. Uh-huh. Hogyha mondjuk ettől eltekintünk, akkor mi most itt a túlélés részét boncolgattuk ennek a dolognak, hogy ugye élelem, meg ivóvíz, stb. Ez az ember, ez nyilván nem úgy tervezett, hogy akkor most vagy hónapokon keresztül sodrodni fog, valamennyi víz lehetett nála. Élelmiszer is valamennyi lehetett nála, de hát maximum egy vagy két napra való, ugyanakkor halász volt. Mik a túlélési esélye így egy embernek, hogy mondjuk az eszközei megvan akar, hogy halat fogjon, de nagyon kevés ivóvize van?
Hát én úgy gondolom, hogy ez így jól hangzik, hogy technológia meg hal, meg madarak, meg egyebek, de azért ezeket meg kell tudni fogni, ezeket valamilyen módon rendszeresen, és be kell használni a, nem tudom, hogy milyen hajóban volt, milyen eszközökkel. Én, nekem nagyon valószínűtlen, még akkor is, hogyha valaki ehhez ért, és ebből él, normálisan ez a szakmája, jól érzi magát a tengeren, a tenger békés, három hónap az több, mint egy év. Tehát abban mindenféle ciklus van. Benne van a hurikán ciklus, benne van mindenféle ciklus. Nem ha mi hárman együtt maradnánk itt a stúdióban, de egy csónakban lennénk, mindenféle tudás nélkül, mi az első két javaslatod, amivel így megpróbáljuk túlélni? Azt a három napot, amíg meg nem halunk, tulajdonképpen. Tehát, hogy nagyjából milyen esélyekkel indulnánk? Három tök laikus egy csónakban. Mennyi ideig bírnánk? Három nap? Öt nap? Vagy... Annak idején a medúznak a hajótöröttei, azok úgy haltak meg néhány napon belül mentőtutajon, hogy volt élelmiszerük, vízük, minden, a reménytelenségbe pusztultak el néhány napon belül, nem hitték el a túlélés lehetőségét. Tehát ez már de egy fontos dolog. A borzalmas hit kell ahhoz, hogy valaki elhiggye, hogy túl tudja élni. Utána jön minden más fizikai vagy fiziológiai igény. Van, aki nyilván el tud élni hetekig, hónapokig, esetleg volt néhány száz napot, már hallottam én is ilyen száz valamennyi napot, hogy túléltek itt tengeren, de 13 hónap azért az nagyon hosszú idő, ez nekem valószínűtlennek tűnik, még akkor is, hogyha vannak csodák, vagy Ha mondjuk én vagyok a kapitány ezen a hajón, srácok, hát bocsánat, gyorsan kineveztem magam, hát valakinek össze kell tartani ezt a csűrhét, amit ott mi csinálával, kell egy egyéniség, egy vezéregyéniség, és azt mondanám, hogy srácok, irány nyugat, és ott állnánk mindenféle műszer nélkül. Mit tud egy laikus igénybe venni? Azon kívül, hogy nézi a napfelkeltét, naplementét, mert azt mondjuk nagyjából tudjuk. De mondjuk a parancsot adtad, a többiek meg oldják meg. Éjszakánként, napközben tudod nézni a napot, éjszaka csillagokat, ebből nagyjából egy irány mellett tájékozódni, mondjuk a nyugatot tudod tartani, többé-kevésbé a sodródást nem érzékeled. Valamelyre elsodrót, azért akármennyire sok sziget van a csendes óceánon, annyira nincsenek sűrűn, hogy ezt tutiba eltalálj valamelyiket. Most egy fejből tudsz nekem mondani valamit? Csak tényleg érdekel a dolog, hogyha az ember már ennyit is tanuljon a beszélgetésből, mondjuk egy éjszakai égbolton a nyugatot belőni, ha valahol a Hortobágyon elkeveredünk hárman egy ilyen bátorságpróba után, és azt mondom, srácok, megvan a kijárat, nyugat felé kell venni, fölnézünk az égre, csillagos, ott például mit figyeljek? Vagy a delet, vagy az éjszakot. Az északi féltekéről az északi sarkcsillagot látod, hogy az egyetlen stabil pont az égbolton. Semmi más nem érdemes, hogy minden vándorol. De ha a Polaris nézed, akkor az belövi neked az éjszakot. Ehhez képest még egy egyszerű ember is be tudja határolni magának, hogy merre van a nyugat, az 90 fokkal odébb. És ilyen módon az követhető. A napnak a járásából és a napszakból is nagyjából ki lehet lőni, de az már nehezebb. Ez a sarkcsillag, ez a göncölhöz mérem a kis szárát hétszer valami, és akkor az ott a sarkcsillag, ugye? Van, na, és mondom, már csak 90 fokot mérsz, érted? De a sörös távolságban ott van a Poláris, és nagyjából egy helybe köröd. Hát a gyerekek, hát ahogy megvan a nyugat, ugye, az volt a sarkcsillag, akkor 90 fok az egy derékszög, akkor már utána hát le tudom fordulni. Az éjszak van meg, onnan már akkor lefordulom a nyugatot egy derékszögbe. Tehát nagyjából megvan, nem teljesen lehetetlen. Éjszakánként miért nyugatnak, de napközben azért ez már kicsit komplikált. Igen, most egy röpke fejszámolás ennyi hónap alatt, ennyi kilométer, kiszámolta egy hallgató, az kb. 900 méter naponta. Ez például igaz? Lehet, hogy egy áramlat ide-oda sodor, hogy nem haladok többet, mint 900 méter? Hogy egyet a sok vagy kevés? Nem lehet igaz. Nem lehet. Azért sem hiszem, mert ott egy irányba megy minden. Ez a Passat zóna, ahol a szigetek vannak, és amiről beszélünk, a Passat szeles zóna, ez normálisan szinte egész évben egy irányba, hogy a föld forog, a szél ennek megfelelően ellenkező irányba fúj, és minden egy irányba visz bennünket. Adott esetben egyébként ott abban a zónában a Mexikó fele fúj minden, azt nehéz elképzelni, hogy ő ellenkező irányba sodródjon ilyen sebessége meghajtás nélkül. Uh-huh. Tehát, hogy ott a part felé visz akkor ki minden? Hát igen, gyakorlatilag hazafele vinné normálisan az állandó szél és az állandó áramlatot. Egy ilyen hurikán például a tengeren az mit jelent? Mert szerintem földi halandó nyilván, aki nem volt ilyen típusú nyílt vizen, el se tudja képzelni, hogy ez milyen harca az égiekkel, hány méteres hullám, mekkora eső, milyen befújó szél, tehát ezt így, hogy kell ezt elképzelni? Én voltam egy hurikánban, aminek körülbelül az 50 csomós ágát riparláztuk meg még valamikor 90-ben. Ott már olyan 8 méteres hullámok vannak, és elég kemény az élet. Ennél nagyobb szélben voltam hurikán nélkül. Ott már nem nagyon lehet levegőt venni, csak hogyha hátat fordít az ember a szélnek, szembeszélve nem tudod kinyitni a szemedet.
ezek elképzelhetetlen szituációk. Van az a helyzet, főleg vízközelben, amikor már a levegőt veszel is megfulladsz, mert tele van vízpárával. Maradjunk annyiba, hogy ez egy ilyen féltetlenet. Pszichológus. Aha, tehát orvos pszichológus. Igen, mi is történt valójában. Neked mennyi volt a legtöbb... Lehet, hogy időszorban van az úr eltévesztett. Mennyi volt a legtöbb idő, amit nem szóltál emberhez? Tehát ami teljes magányban zajlott, amikor éppen megkerülted a földet? Hát fizikailag nem szóltam 128 napig emberhez, de rádión természetesen igen, és telexen levelezgettünk, de úgy körülöttem nem volt senki. Ez mentálisan egyébként még milyen? Az ember elkezd valakihez beszélni, vagy hangosan kimondod a gondolataidat? Hát nyilván valaki nem... ezt magához. Magához, aha. Az úgy kéznél van. És akkor így mondtad, hogy te Nándi, mit gondolsz arról, hogy... Igen. Nándikám, nem kéne azt az orbitorlát, hogy Nándi, ne, most velem szórakozol. Valaki annaknál fogva az ember folyamatosan minősítgeti magát. Én előszeretettel, amikor baj volt, mindig társalogtam a Jóistennel, de aztán mindig rájöttem, hogy tulajdonképpen magam volt égetek, mert nincs ott más. Nagyon érdekes tudatállapot lehet, nem? Hát az ember itt el se tudja képzelni, vagy a telefonodon lógsz, vagy beszélgetsz, vagy internetezed, tehát hogy folyamatosan lekötöd az agyadat. Amikor pár napig effektívan néma csönd van körülötted, és lecsendesül minden, és nem, nincs ott senki, csak te, ez valami egészen más tudatállapot lehet egyébként. Tudod, van, akinek jó társasága, saját társasága, van, igen, akinek nem. A szóló vitorlázása általában azok alkalmasak, és az ilyen 13 hónapos tengeri sodródás, aki jól bírja a saját társaságát. Tehát, bajban van, akit nem lehet 3 percre magára hagyni. Annak nem való, igen, egyéb földkörül. Annak nem nagyon való az ilyen sodródás. Mondjuk én ismerek olyan házaspárokat, akik már évek óta nem szólnak egymáshoz, és akkor lesz, hogy ugyanazt élik meg. És mégis egy csónakban neveznek. Hát, én azért próbálnék valamit változtatni. Igen, és kis gondolom. Te most már nem készül semmi nagyra, vagy most éppen szünet van, és valamikor újra nekivágsz? De készülök. Ez elvileg meg is lett hírelve. Hozzátok még nem jutott el. Megyek egy verseny szériára, amiben van sok verseny. A következő 3 évben többet leszek ennyire, mint itthon. De majd üzenek. Jó, mindenképpen. Igen. Jó, szívesen beszámolunk róla. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra, köszönjük szépen. Okay, ciao, köszönjük szépen. Farándornak, köszönjük szépen. Hello. Érdekes lehet, nem? Így egyszer csak így kimenni egy pár napra vele, hogy milyen az, amikor ott vagy. Hogy meg eleve, hogy a kapitány? Igen, hogy ő a kapitány, hogy ma, amikor egy ilyen baromi elkényelmesedett világban van meleg vized, van hideg vized, meleg van, tudod, egyszer csak a természet meg a tenger így átveszi feletted a hatalmat, és minden, amit te gyakorolsz a természet felett, és itt használod, egyszer csak ő kezd el használni kényekedve szerint, és átalakulnak az erőviszonyok. És ő lesz erős, te leszel kicsi, nem? És itt tényleg hideg van, föltekered a konvektort, le akarsz fűre, van meleg vized. De ott hirtelen eltűnnek az ilyen típusú igénykielégülések, és alárendeltje leszel valami sokkal nagyobbnak, sokkal erősebbnek. Azért egy nagy dolog lehet, amikor ezt megtapasztalod, nem? Ettől elszokik az ember, hát nem vagy hozzászokva, hogy bármi van, azt te ki tudod védeni a modern technikának köszönhetően. Eső, hideg, szépen, nem uralkodik rajtad a természet. Először megijedsz, és utána viszont elkezdesz dolgozni. Igen, de amikor tudod megcsinálni. Amikor ezt is csak tényleg megtapasztalod, hogy most ő az erősebb, és nekem kell alkalmazkodni, az mentálisan egy akkora tanulás, hogy ezt el sem tudjuk képzelni. Hát csak kellene mindenképpen egy ilyen keménykezű kapitány, mint amilyen a Nándor, mert hogy egyébként velem, hát velem, igen. Zokognátok. Az biztos. Balázs, gyere! Más leferit! Köszön, Janit, Nándi, hagyjál már! Balázs, nem azért egy rohadt nagy tankerhajó van itt 8 méterek, és arrébb kéne kormányok. Jani, old már meg, nagy fiú vagy. Nem stresszelném túl, az biztos, igen, egy ideig. Á, nagy világ lehet ez. Na jól van, 3-asugrás játékunk következik, már is valakivel játszunk. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Evelyn vagyok. Hello Evelyn, honnan hívsz minket? Pápáról. Igen. Pápáról. Mit csinálsz? Hát most itthon vagyok a kislányommal Gyeszen, aztán végre itthon van a férjem, aztán jelentkeztem is első nap, első jelentkezésre bekerültem, úgyhogy nagyon izgulok. Mekkora a gyerek? Most 9 hónapos múlt. 9 hónapos. Az jó. És a férjed hogy otthon van? És a férjed mekkora? A férjem 30 éves, nagy gyerek. Ő most itthon van minden második szerdán, aztán mondom, ha egyszer itthon lesz, akkor játszunk. Már nem miért van otthon, miért nem máshol, hanem hogy miért olyan van, csak ilyen ritkán otthon? Hát, mert sokat dolgozik. De hétvégén azért otthon van? Igen. És minden második szerdán?
Aha. Igen, és akkor minden második szerdán próbáltunk játszani, csak mindig úgy jött össze, hogy vagy a gyerek miatt nem tudtunk, vagy mentünk valahova, és most itthon van, jelentkeztem. Na jó. Bekerültem. Oké, Jani, mit tudunk a kérdésekről? Ezek könnyűek, Evelyn elviszi, kifoszt, viszi, rabol, teszi, adja. Várjál, csak sorra veszem a kérdéseket. Igen, azt hiszem benne volt a helyes válasz, és viszi. Viszi. Na menjünk, így szól az első kérdés dedikált egér alátét. Melyik ókori tudós nevéhez kötődik az orvosi eskü? Hippokratész. Hát, így van, gyerekek, akkor Eriklész, persze. Szofoklész. Na jó, van, mehetünk tovább? Menjünk még egyet, menjünk. Egy Klassz FM-es Morning Show-s, nagyon klassz kis szatyor. Na, figyelj. Mit mondott az urad? Valaki. Azt mondta az uram, hogy a harmadikat így próbáljuk meg, de mondtam neki, hogy bekerülünk, én nyerni akarok, és a második után megállunk. Uh-huh. Ezek a fura hangok az uradból jönnek ki? Nem, a kislányom. Aha. Na, érdekes hangja van a kislány. Mit, milyen hangja van, vagy mit csinál? Most éppen játszik a hűtőmágnesszel, és mondja magáit. Na jó van, itt szól a második kérdés. Na, melyik jem. Szám szerepel Brad Pitt, Kevin Spacey és Morgan Freeman közös filmjének a címében? De könnyű. A hetes. Így van. Jó, jó. Hát ugye a hetedik, igen. Mekkora film. Na, jó. Ugyanilyen könnyű a harmadik is. Könnyű? Ha neki mentek a harmadiknak, ne kapkodjatok, légy, jó? Jó, már megkérdeztetem sport, nem? Nem, nem. Nem, most nem, nem érek rá, messze van pápa. Messze. Jó, már próbáljuk, Zoli. Már próbáljuk, mindegy. Hányszor okay, hallottam mehet. Már ezt. Így szól a harmadik kérdés sapkáért. Hány színből áll Norvégia zászlaja? Vigyázni. Vigyáz. Van internet? Nincs. Hoppá. Norvég zászló? Van norvég zászlótok otthon? Nincs. Hát és norvég formula van otthon? Mert az a rajta van. Norvég zászló? Jó ist! Azaz. Hát, tippelünk. Na. Kettő. Na. Hát, sajna, nem. Nem, mert ha mondjuk még Finnország lett volna a kérdés, akkor ott oké, de nem. Norvégia piros, fehér, kék. Uh-huh. Bizonyám. Ugye egy keresztszerű valami. Így van. Mi, nem kereszt, igen. Kereszt, jó, jöjjön a bum! Na. Nézzük meg, mire megyünk a bummal, Evelyn. Mennek akkor az ajándékcsomagok. Figyelj, tiki, taki. Szólj, ha mehet. Bum! Minden ségi neki. A kutya fáját. Hú. Hát nálam sajnos semmi. Egyre furább hangja van annak a gyereknek. Hát most, hogy nem is nyertek. Evelyn, nem jelez sajnos ez nem, a rohadék. Jó van. Akkor két hét múlva megjelentkezem. Jó, próbáld meg hát. Köszönöm szépen. Ciao. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Low budget ez a Boom szoftver, nem? Ugye? Hát, de meghúzták a költségvetés. Szemét állat. Nem adni a rohadék. Egy perc, pontosan 9 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 9 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Máté Szalkán szépen süt a nap. De jó. Az jó, az mindenképpen jó. Jaj, eltűntem, de visszajöttem. Eltűnt az SMS falam. Lavina rendőrakció az 54-es úton Kecskemét és Soltvad kert között, Fikri küldte nekünk. 14. kerület Andor utca 25 előtt van egy trafi. Pemzli üzente az M3-oson Pest felé a 107-es kilométer Molkút kijáratánál unatkozó rendőrök mérik a sebességet. Fuvaros Jani üzente ezt nekünk. Jakabszálláson mérnek az 54-es főúton. Ez ugyanaz, amit már az előbb olvastam, igen. Gant és környe között napsütésben szakad a hó és a jég. Nagyon jó. Manó. Valamint iszonyú nagy torlódás szentendrei kilométeres sor baleset történt a Budapest felé Szentendre határában. Most kezdenek helyszínelni. Ennyi? Hát semmit nem szóltok hozzá? Hát semmit nem mondtok, nem? Hát nem? Figyelj, megmondom neked őszintén, hogy ugye az én reszortom a BKK-nak a Facebook oldala. Jaj, ne. És nem adnak nekem túl sok melót, én addig örülök. 4 órát tart, vagy 4 órán keresztül tart a műsorunk, és a legutóbbi bejegyzésük 18 órája történt. Ugye? Jaj, de jó. Na. Köszönöm a BKK nevében, hogy nincsen fél perces, egy perces a 126E éjszakai járat kihagy két megállót. Szeretettel köszöntjük utasainkat, így kezdődik. Igen. De bocsánat, miért nem rakják ki akkor, hogy friss hírek időnként? Vagy nem tudom. Tehát, hogy jelezzék már. Nem történik semmi, rend van, nekem már ez is baj. Ja, tényleg. Jut eszembe. Mondjuk a tegnapi troll is eset sem volt fent.
De hát az meg már elmúlt. Az meg már elmúlt. Hát az már kit érdekel. Hmm. És akkor most mi van? Hiányolod? Vagy most mi van? Hiányzik? Hát, nézd. A dolgozó népet szolgálom. Vagy legalábbis szeretném szolgálni. Ilyen formában is. Hát most ez így nem. Jó, nem baj. Egyébként nem baj. Jó, ha van valakinek friss közlekedési ír, akkor az írjon nekünk még, hogy milyen helyzet. Az Árpád hídon van valami káosz, méghozzá budai bevezetője lépésben haladt, torlódás várható. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de többen kérdezik, hogy mi van az Árpád hídnál. Ott valószínűleg akkor a hídon történt valami, és ezért nehéz átjutni Budáról Pestre. És emiatt van a torlódás, mert mindjárt elküldik nekünk a hallgatóink. Trafi az M3-ason Budapest felé a 105-ös Molkútnál. Valaki lavinát emleget. Mi van ezzel a lavinával? Nagy a csönd. Altattak egy darabig, de szerintem újra megy. És kirajzottak? Aha. Kirajzottak, így van. Most nagyon sok trafit lehetett tényleg olvasni. Szerintem a lavina az azóta is működik, azóta is megy, csak már nem így hívják. Annyira beépült a köztudatba, úgyis kim vannak, úgyhogy tök mindegy, hogy hogy hívják, nem? Aha. Ennyi. De látsz egymás után több rendőrautót, amikor hétvégén mentek vidékre, van? Nem látok most ilyet, hogy egy mérne, 10 kilométerben megint mérne, tehát most szerintem erről leálltak, vagy akkorát kaszáltak, vagy annyira nem jött be nekik. Mm-hmm. Nem, te láttál ilyet mostanában? Hát vagy azért, mert olyan lassan megyünk, és nem érünk el a következő rendőrautóig, vagy csak idővel. Én nem látok. Tehát, hogy én nem látok itt többet egymás után. Mennyivel szoktatok autópályán menni? Hát attól függ, hogy lejt vagy emelkedik. Egy 110, azt megnyalja azért. Nem, el szoktunk menni azért a határig. Az autó határáig? Igen. Vagy a kilométer korlátozás határáig? Nem, maradjunk annyiban, hogy az autónak a képességi adottságai megvannak, de ezeket az adottságokat nem használjuk ki maximálisan. Tehát kíméljük a járművet. Persze. Igen. Moziban voltam a minap, de ez még nem is annyira különlegesebb történet. Egy egészen jó filmet láttam, csak nem emlékszem, hogy mit. Aha, úgy nehéz lesz. Yeah. Sztori? Mi a sztori? Kezdjük innen. Az a baj, nem emlékszem. Arra se. Most elmeséltem 2 napja, hogy mit láttam, és nem emlékszem. Ja, tudom, az amerikai botrányt láttam. Na, igen, az amerikai botrányt. A Jennifer Lawrence-el, meg nem tudom. És álltunk ott sorba, az arénában voltunk, és ott van egy ilyen olyan mozi jegyvevő készülék, ahol te meg tudod venni egyet automatámon. Mm-hmm. Szoktatok ott egyet vásárolni? Mindenki sorba áll, 600 kilométeres sor, a pénztártól jobbra van 2 darab automata. És ott te meg tudod venni egyet úgy, hogy bedobod a pénzt, beütött, hogy melyik előadás, egyáltalán nem kell sorban, tök jó. De nem is ez a lényeg, hanem gondolkoztunk ott, hogy mire üljünk be. És ugye nézegeted a filmcímeket, meg nézegeted, hogy most melyik tetszik, melyik nem, és azon gondolkoztam, hogy milyen magyar geg csapat az, aki egyébként ezeket a címeket adja. Aha. Tehát hogy van, hogy megjön egy külföldi film, aminek nem az a címe, összeül egy humorral sokszor kevésbé megáldott magyar geg csapat, és azt mondja, hogy akkor ennek a filmnek legyen ez a címe, vagy ők megnézik a filmet, és olyan szörnyűséges filmcímeket látsz, aminek nem létezik, hogy az eredetije is egyébként az legyen. Tehát ilyen nincs. Volt, mondjuk van egy film, amit meg akartam nézni, az eredeti is, az a Nymphomániás, ez egy jó film, de van valami a Mogyoró Meló, meg Pulykaland, meg ilyen teljesen ostoba címek, ami nyilván gyerekeknek szól, de azért ez felnőtt filmeknél is megtörténik, hogy olyan címeket talál valaki itt Magyarországon, amire nem, tehát az hogy van, hogy arra neked kell engedélyt kérned, hogy te átnevezd azt a filmet, és adjál neki valami nagyon hülye címet? Vagy szabad keze van a magyar forgalmazónak? Ez hogy működik? Szerintem szabad kezük van. Igen? Tehát, hogy nem létezik, hogy beleegyezzenek olyan magyarításokba, amik így köszönő viszonyban nincsenek az eredetének a címével. Mondjuk most az amerikai botránynál ugye... Hát az eredeti, igen, ott az eredeti cím is ez, tehát hogy sokat nem kellett gondolkodni. De van például nagyon sok olyan film, amikor tudod, hogy nem ez az eredeti címe, és elszúrják neked ugye a filmet azáltal, hogy te nem ülsz be a cím alapján. Hát meg valami nem egészen, ülsz be. Egészen elképesztő, és nem érted, hogy miért ez lesz a címe. Érted, hogy például meg akarnak valósítani valamiféle árukapcsolást, hogyha az a film stílusában emlékeztet valami másikra, ami neked nagyon tetszik, és annak idején nagyon nagy siker volt, akkor megpróbálják összefűzni azzal azt az új filmet, aminek egyébként tényleg nincsen semmi köze hozzá, csak mégis hát, ha bevisz a moziba. Ilyen volt annak idején az egyik legelképesztőbb, a Viva la France című film, aminek a magyar címe az lett, hogy francia drazsék, avagy francia borát robbantani Eiffel-torony. Jaj, erre van egy gag tím, akik összeülnek, mert ilyen című, filmre nem ülök be. Tehát nem ülök be. Igen, de aki szeretne borat sztorit, ugye?
az nyilván erre ment be, hogy az is ugyanolyan vicces lesz. Mert a francia borat robbantani Eiffel-torony. Érted? Ha láttad a boratot, és ez neked tetszett, az a fajta humor, akkor erre is beülsz, és kiderül, hogy semmi köze nincs ahhoz a sztorihoz. Én láttam egy szörnyű című filmet, amit jó volt, és kiderült, hogy az eredeti címe is az, a géppisztolyos prédikátor. Igen. És én nem akartam elhinni, hogy hogy adhatnak ennek ilyen magyar címet. Aztán kiderült, hogy a Gerard Butler játszik, ennek sajnos az eredeti címe is az, hogy a géppisztolyos pap térítő. Machine Gun Preacher. Igen, tehát hogy alapjában nem kellett sokat bonyolítani, de mondjuk ennek más lett volna a cím, és valaki azt, hogy a géppisztolyos prédikátor, tudod, beülsz rá, valahogy bekeveredtünk, az kiderült egy igaz történet alapján, egyébként egy szenzációs film. De hogy itt álltunk, ott végignéztük a címeket, és azok gondolkodtak, hogy Jézus Isten, én 10-ből 8 filmre szívem szét, éppen a címe alapján nem ülnék be. Hogy bejön a film, és akkor ilyen szivaros szobában valahol egy gag team üldög, és azt mondja, hogy figyelj, legyen mondjuk ez a cím. Hogy működik ez? Mert ugye a címen múlik a legtöbb, hogy te beülsz, vagy nem ülsz be. Pedig nem? Néha azért nem ártana, tudnánk, hogy kik ők, és néha ráfektetnénk őket a térdünkre, és egy picit elpopsiznánk őket. Most az egyik legfrissebb ilyen történet, lesz egy film, az a címe, hogy A Million Ways to Die in the West, és ez Seth MacFarlane-nek, a Family Guy's alkotójának az új filmje, és ő csinálta a Ted-et is, amire biztos emlékeztek, egy Maci volt az egyik főszereplője, meg a Mark Wahlberg. És ennek az új filmnek a magyar forgalmazók azt a címet adták, hogy Hogyan rohanj a vesz Ted? De, és a Ted ki van benne elvelve, mint egy jelezve azt, hogy ez Seth MacFarlane-nek a filmje, a Ted, aki egyébként a Tedet is jegyzi. Érted? Ez a szójáték, ez még ennyire megy? Vagy tehát mi alapján adnak címeket? Ez egy nagyon érdekes dolog, egyébként szerintem, nem? Hogy ő hallgathatott, vagy tehát ő megnézik az amerikait, megnézik a filmet, tanácskoznak, és akkor azt mondják, hogy jó, hát ezt halljuk ki belőle, vagy ez lett, akkor adjuk ezt a címet, vagy ez hogy megy? Hát nem, ez már egy nagyon régi tradíció. Hát ugye emlékszik a legnagyobb klasszikusokra is, ugye? Hát mindenképpen meg kell nézni. Vagy van egy sztori. Alien, idegen, ugye? Aha. Szabad fordításban, és akkor a nyolcadik utas halál. Aha. De ez az, hogy a nyolcadik utas a halál, hát az nem egy rossz, az alapjában nem egy rossz cím. De rossz. Igen? De rossz, hiszen konkrétan elmondja a sztorit. Hogyha belegondolsz, végig gondolod, hogy miről szól az a film, akkor az arról szól, hogy ugye heten ússzák meg a találkozást az idegennel, utána pedig megpróbálnak hazahúzni, de van egy nyolcadik utas is, aki egyébként majd kinyír mindenki, tehát ő a hal. Érted? Tehát, hogy... Egyébként tényleg. Hogy srácok, hello. Igen. Érdekes dolog. Van például volt ez az apádra ütök, vejedre ütök, ugye ott is egy érdekes dolog volt, ennek nem ez az eredeti címe, ugye, és akkor elkezdődött egy apád lőttük, ez még jó cím lesz, mert amikor bejött a folytatás, ott már szerintem izzadtak, hogy ennek most mit lehet adni, akkor jött a vejedre ütök, annak volt harmadik része, Robert De Niro? Nem volt harmadik, két része volt talán, nem? Egyébként az még nem volt egy különösen rossz cím, tehát ennél sokkal rosszabb címek vannak. Ott még ugye a nevek fordítása, mert is voltak benne szójátékok, ugye Segil Bekúr volt, igen. Ugye a főszereplő. Igen. Van a kezére félrefordított a címem a Believer, ami ugye hívő, magyar címe hitetlen. Na most ennél jobban félrefordítva nem lehet semmi. Igen, ez. Meg hát azért valljuk őszintén, tehát hogy valahol ez egyfajta szakbarbárság is, meg de nagyon... De nyilván van ennek egy marketing értéke. De valahogy egy picit olyan, hogy megfejti helyettem az a gagman, hogy szerintem miről szól az a film. Na jó, de ha te vagy a gagman, hogy adod el a filmet? Hát neked is valahogy ki kell tűnni, tehát valahogy fel kell ráhívni a film, és bejön egy hónap, hogy 35 film, ha most mindig neked egy nagyon gyenge, tehát nem ugrik ki, nem? Tehát hogyha, valamit mondanod kell. Hogyha az eredeti cím nem valami szójáték, akkor én egy-egybe fordítanám. Igen, tehát hogy... Aha. Tehát, hogy most a géppisztolyos prédikátor, hát basszus, hát az a ott nem kellett sokat gondolkozni, hát az jó, csak szörnyű cím maga, hogy a géppisztolyos prédikátor, de ott az volt az eredeti. Itt legalább akkor nem szígya senki a jó édes anyádat, hogy milyen címet adtál neki, mert az eredeti cím is ez volt. De beülnél egy ilyen címre egy géppisztolyos prédikátor? Ha nem tudod, hogy mi a történet, én megnéztem. Az egy nagyon jó film. Az egy jó film. Na, van egy kis segítségünk, egy szinkron dramaturg, Speyer Dávid. Hello Dávid, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Te vagy az, aki fordítod ezeket a filmeket, ugye? Vagy te is? Én vagyok, aki fordítom a filmeket, sőt, a mi forgalmazónál én vagyok a humorral sokszor meg nem áldott gag team egy személyben, a szörnyű filmeket. Például a Hogyan rohanja Tedbe, az azért is engem terhel a felelősség. Azt te vagy? Szeretném elmondani, hogy kifejezetten az amerikai gyártó kérése volt az, hogy valahogy a Tedet
kalkuláljuk bele, illetve hozzuk össze, ugyanis Seth MacFarlane senki nem ismeri kivéve mondjuk a Hardcore Family Guy rajongókat, viszont a tezetet ugye sokan látták, sokan szeretik, tehát az ő kérésüknek megfelelően jött ez így össze, illetve hát én értem körülbelül 10 változatot, és akkor a magyar forgalmazó ezt választottak, és ezt hagyatta jóvá az amerikaiakkal, akik ezt jóvá hagyták. De tehát itt nincsen egyébként egy olyan lehetőség, hogy akkor a filmplakátra ráteszitek, hogy a TED alkotóitól, vagy ilyesmi? De az is rajta van, meg van, azt mondjuk, azt elmondanám, hogy legtöbbször mostanában úgy kell címet adni egy filmnek, hogy egy kockát nem láttunk a filmből, jó esetben egy kétmondatos tartalom van, illetve ilyen instrukciók, mint például itt ez is, hogy minél inkább a TED-et valahogy tegyük bele, mert úgy akarják eladni a filmet. Ugye a western az nem annyira népszerű műfaj, nem tudom, mikor volt utána sikeres western film, talán a Visszajövőbe 3, vagy nem tudom. Hát igen, a Clint Eastwoodnak volt egy-két próbálkozása, igen. Hát, de nem, ez egy unalmas film volt szerintem egyébként. Ja, a Oscart nyert, ugye? Meg a szakmai sikereket aratott, de hát mondjuk... Igen. Figyelj, hogy te milyen szörnyű címekre emlékszel, vagy mi az, amit mondjuk még nem te csináltál, és szerinted nagyon nagy hiba? Vagy mitől jó egy cím, arról egy is másik forgalmazótól mondja. Igen, valaki nyugodtan most áztass el, de hogy ilyen szörnyű filmcímekre vadászunk. Persze, van sok szörnyű filmcím, meg ilyen fórumok is vannak ezzel kapcsolatban, de azt tudnotok kell, hogy a filmcímadás az nem fordítás, hanem az reklám tevékenység, és sajnos ugye az a farkas törvények azt dikták, hogy a bemutató hétvégén el kell adni valahogy ezt a filmet, tehát feltűnést kell vele kelteni, és oké, hogy sokaknak nem tetszik, de azért ne felejtsük el, hogy azért mi mégiscsak Győzike országa vagyunk, meg való világország, meg árielitik országa, tehát a nagy tömegek ízlés azért nem olyan szofisztikált, mint mondjuk a tiétek vagy az enyém. De milyen törvényszerűségek vannak? Tehát mi az a szó, ami például nem lehet címben, vagy mi az, amire mondjuk biztos beülnek? Tehát mivel lógatjátok be így a horgot, hogy ha ezt berakom, erre tuti beülnek? Szerintem a vígjátékoknál vannak a legnagyobb túlkapások, és nem véletlenül, mert ott igyekszik a forgalmazó már a címben jelölni azt, hogy ez vígjáték, tehát hogy itt valami vicces. Én a sziki szökevény kitalálóját meg tudnám ölni, tehát aki ilyen... Jó, igen, te voltál? Nem, én voltam. De az volt az eredeti cím, egy Wrongfully Accused. Akkor te milyen címet adtál volna neki? Tévesen vádolva, és beülnél egy olyan filmre, egy tévesen vádolva. Hát fogalmat még egyébként inkább, mint a sziki szökevény. Hát a sziki szökevény, Jézus Isten. Ez egy Leslie Nielsen film, ugye? Leslie Nielsen film, igen. Ez egy idióta film, ami egy idióta címet kapott, viszont a tévesen vádolva az meg egy ilyen kőkemény drámát sugalt. Tehát, hogyha te forgalmazó lennél, és mondjuk lenne benne pár 10-100 milliót, hogy sikerült a filmet, akkor nem biztos, hogy azt adnád. Jó, akkor mondok másikat, változó. Ami szerintem a világ legnagyobb félrefordítása. Ugye volt az a Colin Farrell film, ami egy ilyen kisvároskában játszódik. In Bruges. Ugye egyébként egy kőkemény krimi, meghal, ledobják a toronyból a végén, meg megölnek valakit, meg egy kisgyereket öl meg benne, vagy legalábbis elmeséli. Mit adon neki a magyar forgalmazó? Az lesz címe, hogy Erőszakik. Igen, na most erőszakik. Én azt hittem, hogy ez a filmig játék egyébként. Tökön szúrom magam. Sokáig nem akartam megnézni. Én a gyerekkel akartam beülni rá, tudod. Ez te voltál? Mellfogás. Nem, én voltam, de... Ezeket persze nem vállalod el, mi? Egyik se te voltál. Én elvállalom, én egy forgalmazóval dolgozom, és az összes címet én adom nekik, de ez nem az a... Figyelj, és akkor mit adtál volna Brüsszben? Tehát ugye itt mindig fölmerül az, hogy mit adtál volna te. Itt gyilkosság a toronyházban, vagy mindig, nem bár... Gyilkosság a toronyházban. Meghívás egy gyilkos vacsorára. Nem tudom, jobb a gyilkosság a toronyházban. Nem mondd, hogy nem, kicsit retro. Gyilkosság a toronyházban, szerintem egyébként. A svéd társadalmi dráma, tehát nem tudom. Igen, meghasonlod bérgyilkos. Igen, kiesés az óratoronyból. Vagy mit tudom én, mi az, hogy erőszakik? Azért a fekete humor az egy eléggé sajátos része volt. Tehát ez inkább volt szerintem ilyen humorú vígjáték, mint dráma. Jó, öltek bennem egy ilyesmi, de azért igen. A humor számított. Na, nem de mi az, amire beül a magyar? Tehát nyilván van egy receptetek, vagy van ilyen szó, amit mondjuk keresünk, vagy amit nektek ki kell hagyni azért, mert arra biztos nem ül be? Vagy ezek ilyen nagyon nagy szakmai titkok, nem, amit hall a konkurencia? Nem. Szerintem az a lényeg, hogy a plakáttal, meg az előzetessel együtt valahogy működjön a dolog. Tehát, hogy egy olyan összbenyomást keltsen, most itt nincsenek szerintem olyan szavak, minden működhet egy adott szövegkörnyezetben, meg egy adott állalásban. Tehát nincs ilyen tiltott szó, hogy a betegség, vagy mit tudom én, a fekély, ja. Vagy a halál, vagy tehát bármi olyan tiltott szó, amit nem tehetsz bele, mert az valószínűleg elijeszti az embereket. Nem tudom, nincsen egy ilyen kis káté, de
lehet, hogy bizonyos esetekbe kerülni igyekszik a forgalmazó bizonyos szavakat. Ezeket a filmeket te fordítod, vagy sokszor látom ott a nevedet, hogy fordítottam? Igen, igen, fordítom. Amiket mi forgalmazunk, azokat én fordítom, igen, általában. Volt esetleg valami köszed a wasabi, marmint a vustál? Az se te voltál, mi? Persze, az se te voltál. Mert üzennénk. Figyelj, és mivel fordítasz? Google Translate? Vagy mi az, amit? Keszemét. Nem, azt, mi van, ha például valamit nem értesz? Arra gondolok, hogy egy olyan New Yorki slanget beszél valamelyik szereplő, akkor hogy tudod? Van egy eredeti angol szövegkönyv, amit meg tudsz nézni? Az a helyzet, hogy ezeknek stúdiós filmeknek olyan szövegkönyvük van, amiben megmagyaráznak mindent, azt is, amit biztos, hogy tud. De hogyha ezzel együtt mégiscsak előfordul, hogy vagy valamit rosszul magyaráznak meg, vagy ők is félreértik, vagy mégsem értem, akkor ugye az internet az most már nagy segítség. Régen ez nem volt, és aztán régen ebből sok mindenféle félrefordítás született. Persze ma is van ilyesmi, de az internet az nagyon megkönnyíti a dolgot. Mit akartál kérdezni, Jani? Ja, hát itt a wasabinál egyébként, hogy tehát ez a marmint a mustár, tehát hogy az hogy jöhet annak az, hogy marmint a mustár, mert ugye a wasabi az tengeri torma, tehát nem mustár, de marhat, mint a mustár, de nem minden mustár mar, akkor már legyen olyan, ami mar, mondjuk a dijoni, Jean Reno francia, a dijoni mustár is francia, akkor miért nem az a címe, hogy mar, mint a dijoni mustár? Valami, igen. Aha. Hát szerintem a mar, mint a mustárt, azt az MS alliteráció hívta életre, de akkor nagy tör, mint a torma, nem tudom, tehát... Kicsit már elrepöröksz azért. Figyelj, a apádra ütök, vejedre ütök, ha most csinálnak még egy harmadik részt, akkor azért ott karóba húzzátok magatokat, nem? Azt te voltál? De volt harmadik rész. Volt harmadik rész, és ott mi volt? Apádra, vejedre... Utódodra. Ott azért nagyon szenvedtetek. Persze, van ez, amikor beleszalad az ember, és nem tudja, hogy még hány részes. Egyébként a 8. utas halált emlegettétek, az úgy kapta ezt a magyar címet, hogy Németországban más területen találták ezt ki, és mi ezt csak lefordítottuk. Úgyhogy nem mindig a... Óriási spoilerezés. A legnagyobb spoiler cím, ami létezik. Ja, hogy nézitek a környező országok fordításait is, hogy hát ha ott valami van. Van olyan, hogy beérkeznek, hogy itt már ezt meg ezt adták, hát ha az ötletet ad, és akkor van, hogy a magyar forgalmazó átveszi, mint ami spanyolok kitaláltak valami vicceset, és akkor azt átveszi. Ennél borzalmas a cím, csak az lehet, hogy Ripley megúszza. Igen. Igen. Figyelj, mi az, amit kedvelsz, amire kicsit büszke vagy? Most annyit szívtuk a véredet, csak ami mondjuk szerinted jó vagy, jól sikerült, és ezt viszont vállalod, hogy ez te voltál. Hát nem meri mondani. De filmci, amit szeretél, azt mondta, hogy figyelj, erre beültek például, bizonyíthatóan. Például az, hogy spinédzserek, azt én adtam, és szerintem ez egy jó cím, szerintem jobb, mint az eredeti, ami az volt, hogy Clueless. Uh-huh. Vagy mondjuk a fészkes fenevadak, szerintem az egy jó cím. Az jó. Úgyhogy... Na, hát azt már nem mondom, hogy King Kong, meg ilyesmi, mert sokat nem kellett látni. Ha nagy királyok vagytok, ahhoz is hozzányúltok. Tehát King Kong, és adtok valamiért lehetett. King Kong és az elrabolt szőkenő. Igen, adtok valami, igen. De valami gyilkosság a toronyházban nem annyira rossz. Kicsit retro, ugye? De hogy az egy finom 80-as évek, de nem... Nem kell olyan feltűnést, mint az erőszakik, és nem kap akkora sajtót, mint az erőszakik. Ugye rossz reklám is jó reklám, ugye? Tehát nem tudom, gyilkosság a toronyházban, azt szerintem egész egyszerűen csak érdektelen. Gyilkosság a toronyházban. Olyankor például forgalmazó nem szól vissza, amikor írják egyébként sokan is tényleg nagyon egy klasszikus X-Menből a farkas. Ami ugye nem farkas, hanem rozsomák, egy teljesen más állatfajról beszélünk, mert ugye eredetileg ő egy rozsomák, és nem pedig. De mi farkasnak hívjuk. Tehát, hogy ilyenkor azért nem mondja forgalmazó, hogy gyerekek, hát érted, szezont a fasz. Azt mondjuk neki, hogy a rozsomákot nem ismeri a magyar. Gyerekek, a nem tudják, hogy magyar az a vagy X-Men a rozsomák, arra meg én nem ülök be, tudod? Igen. X-Men a rozsomák. Szerintem most a pár ezer embert, aki ismeri a képregényt, azzal a pár tíz vagy száz ezer ember, aki megnézne egy farkas című filmet, de nem nézne meg egy rozsomák című filmet. X-Men, a rozsomák. Ez a hólyó varjú, ugye? A The Crow az sem hólyó, hanem varjú. Igen, igen. Valamelyik, hogy varjú. Brando Lee, a varjú. Igen, értem már, hogy azért itt egyfajta üzleti érdekként ehhez azért muszáj hozzányúlni, mert Brando Lee, a varjú, hát erre... Igen. Mondjuk hát, meg őszintén... Hogy néz ki az a plakáton, hogy rozsomák, érted? Szerintem hülyén néz ki, de egyébként tényleg rozsomák. De ő egyébként tényleg rozsomák? Az nem farkas. Tényleg? Én nem kik az összes... A rozsomák az Wolverine, abban benne van a wolf, az jól szól angolul, de... Nincs benne. Bocsánat, nincs benne. Miért nincs benne? Hát, mert Wolverine, az a farkas pedig a Wolf.
Ja, értem. Értem, tehát ez megint egy picit... Igen, most hogy hívják, most belerőszakolt, picit előjött belőle, hogy hívják a szakma, de nem, nincs, az rozsomák. Értem. Két különböző állatfaj. Mennyi múlik a címen? Tehát nyilván arra ülnek be? Tehát ez akár 50-30 ezer nézőt is jelent. Tehát szinte a cím viszel minden, nem? Tehát... Hát szerintem sok múlik, igen. Tehát ha elképzeled magad, hogy ott állsz a pénztárnál, és mondjuk nincs egy arra, amire akartál menni, vagy nem is tudod, hogy mire akartál menni, és ott látod az 10 plakátot, akkor lehet, hogy befolyásol, hogy mi a cím. Tehát... Igen, tehát gondolom valahogy ki kell tűnni nyilván, tehát hogy ott van 600 film, igen. Igen. Na jó van. Most miket csinálsz, vagy most mind dolgozol éppen, azt tudhatjuk? Most kérlek szépen a Noé-t fordítom, és szerencsére ennek a címével nincs gond, mert ez Noé. Uh-huh. Az ott azért sokat nem kell. Ó, az kiátsza, tudom ott. Rasszákról, tényleg, igen. Nagyon komoly. Sok víz van benne. Ja, igen. Meglettél. Na jó van, Dávid, köszönjük szépen neked, hogy itt voltál. Köszi szépen. De ha esetleg nem felelne meg a Noé, akkor én javasolnám a Balhés bárka címet. Az jó, az jó. Igen, vagy a rohadt sok víz. Dávid, köszi. Ciao, hello, Speyer Dávid. Szinkrondamaturunknak köszönjük szépen. Igen. Jó, nem egyszerű nekik se nem, egyébként, hát. Nem? De ugyanakkor kicsit érzed néha. Jaj, tudom, miről akartam. Ezt a határidőszagot. Valamit írjatok, legyen az, hogy jól lesz. Gyorsan. Nem akarsz, hogy a pornofilmeket is ők csinálják? Nem. Tehát nem. Az Ivar Mágnás, nem, meg a Hófejrik és a Héttörpe, meg a Szolid Motorosok, meg a Rokko analizál, meg nem, de írják itt a... Fia, de azok sok is, de nagyon frappásak. A Rokko tovább analizál. Figyelj, a magyar pornofilm címek szerintem szenzációsak. Meg ott ugye kötelező az utalás, hogy mi az az eredeti, amiből a remake-et készítették. De hogy ő azokat kiadja? Azok nagyon jók. Hát azokat kiadja? Ott van egy külön gag team? Hát szerintem a rendező. Rendező ezt így kitalálja. Én imádom, terű asszonykám. Három ufkétást. Hogy nem olyan, de nincs még egy olyan ország, aki tud ilyet. Tehát, uzsora kamacs, tehát ezeket én nagyon bár. Figyelj, én tudok mondani, hogy század szexiváni állom, imádom. Tehát, hogy ezekre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon föl tudok röhögni, amikor ezt hallom. Tehát nagyon jó. Nem mond, hogy az ejakula gróf azért... Hogy azért az nem jó, nem? Iszenyet jó. Mik a nagy klasszikus a hamupopókkal. Tehát... Ja, jó. Igen, ott azzal kezdődik minden. Nem mondta, hogy a hamupopóka nem jó, bolygó neve van áll, hát azért ezek... Ki röhög a legjobban, persze, néz ki tetszik, meg kinek tetszik, igen. Rázdújra szam, meg vagy szem, rázdújra szem, igen, nagyon jók ezek. De ez még a Kovi is jó volt ebben, ugye a hófehérkát, a Kovi forgatta a hótehénkét, ugye? Tehát igen. Tehát azért azok nagy ötletek voltak. De ezek nagyon működtek. Abban a műfajban tökre működik a szójáték, meg a szóvész. Igen. Az a gyerekek, átjöttök hozzám, egy jó hüvelymatyit meg... Megvan az összes, mi? Na, hogy fősz, hogy DVD-re, de elsősorban csak ilyen filmeket találsz, igen. Jó, de akkor neked kölcsönadom a Benkurt, nagyon szíves. Figyelj, százat mondok fejből neked, százat. 9:50 pontosan, 6 perccel, mindjárt jönnek a nap legjobb pillanatai, egy kicsi szünet, és itt vagyunk mi is. Na, gyerekek, belenéztem ebbe az új DVD-mbe, a Nyilas Misi makkot kapott. szörnyű dolgok történnek. Ja, vannak jók. Ja, tényleg erről még beszélünk kell, hogy azt kiadja. Valószínűleg Jani azt mondja, tényleg így az, valószínűleg azt a rendező. A rendező, meg ott összegegel egy gyakorlatilag a stáb. Tehát nincs ennyire, igen, jelentősége. Nagyon jók. Óriási, igen. Hello, Csabi! Jó reggelt, szevasztok! Jó reggelt! Ezek a filmcímek. Ezek ugye? Nagyon nagyok. Ja, de hát jó ez... volt végre megtudni azt, hogy honnan jönnek, meg hogy milyen elvek alapján választják ki. Hogy döntenek arról, hogy mi legyen a magyar címe egy-egy filmnek. Ez jó volt, ez érdekes volt. Igen, hát nyilván üzleti érdek, hogy Dávid is elmondta, hogy leginkább az számít, hogy felkap rá a fejed, igen. De tényleg fontos ezt tudni, vagy érdekes volt tudni, hogy honnan jönnek. Sportoltál? Igen, ma voltam futni. Na, helyes. Szerintem ez már a tavasz előjele, tehát ez a napsütés, ez világosban lehet futni. Tehát eddig felkeltem 6-kor, mindig sötét volt, most már világosban futok, és egyszerűen annyira jó érzés. Kihetem, már nem néz neki a lámpa osznopon. Igen. De ez jó, most ha állítunk órát, akkor kicsit megint sötétbe jövünk, de szerintem az már rád nem vonatkozik. De az mikor tehát, van? Az csak áprilisban. Igen, van, csak nem? Akkor ugye elkezd világosodni, reggel állítunk egyet, akkor megint egy ideig igen. Sötétbe jövünk, de az mondjuk rád már nem vonatkozik, mint a 8-kor, 9-kor futsz, tehát akkor az már simán. Nem arról van szó, hogy végre nálatok is van közvilágítás? Hát lehet, hogy ez is közre játszik, igen, hogy kicsit világosabb van. Már eddig is volt. Hívjuk a nap hallgatóját gyorsan.
és adunk neked egy csomagot. Ha mondja. Annyira jó fejek. De hogy ugye? Muszáj, megszórjuk őket. Te is az agyamon. Kösz. Én meg teljesítem a kívánságaikat. Hello, Balázs, szia, Csabi, Feri, Jani, mindenki itt van, Morning Show, szia, írtál nekünk szia. SMS-t, hello. Hello, szia. Nem írtad alá, hogy hívja, de ott van Zoli, hello Zoli. Zoli vagyok, szia. Zoli, nem mondtad, hogy Morning Show, tudod, itt adás végig mindig rácsörülünk valakire, igen. Igen, el is felejtettem, hogy írtam. Hát még ugye te a fodrászos témához szóltál hozzá fél hét előtt, tehát gondolom azóta, hogy elfelejtetted az SMS-t. Igen, előtt, igen. Nem számítottál rá, mit csinálsz, hol vagy? Most bejöttem egy boltba vásárolni. Helyileg hol hallgatsz minket? Pesten vagyok most. Pesten. Uh-huh. Na, ugye a fodrászos téma Anna Újhaja, erről volt szó korra reggel, írtál nekünk egy nagyon helyes SMS-t, ugye arról faggattuk a hallgatóinkat, hogy hol a legolcsóbb a hajvágás, és nyert egy kis falu vagy egy község 290 forinttal talán, ugye, vagy 300 forintos férfi hajvágást találtunk az országban. Ez elényi kis térségben. Döbbenet, igen, igen. Hát ez azért így ritkaság számba megy. Legalábbis igen. Itt Pesten ugye egyáltalán nem találni ilyet. Azt írtad nekünk SMS-ben, nálunk van egy öreg férfi fodrász, mindenféle hajat lehet kérni, de csak egyfajtát tud. Igen. Ő nagyon cuki lehet. Igen. És azt úgy fixel hozzá és levágja? Igen, igen, igen. Azt tudja. Uh-huh. De ő hol van helyileg, vagy melyik kis településem? Ő Hajdunánáson. Hajdunánáson. Egy hajat hoz, azt fixel hozzá, és az megcsinálja. Igen, igen, de azt mindig. Te nála vágod, Zoli, egyébként? Nem, szerencsére nem. Nem. Jól van. Ajándékcsomagod nincs, nem mondtad, hogy Morning Show, de te vagy a nap hallgatója. Na, jó? Köszönöm. Köszi, ciao. Hello, sziasztok. Hello, Zoli. Szia. Csabikám, remek zene, így lesznek. Király Viktort hozom nektek, mert tudom, hogy ti is szeretitek és elismeritek a tehetségét. Szerintem ő nemzetközi szinten is. Persze vannak sokan. Jaj, hagyjál ezzel a Filip dumával. De nem. Igen. Ezt nem. A Filip tolja a dalban minden szobaton, mindenkinél. Ebben az esetben igaz is van. Én azt gondolom, hogy ez világszám. Én ezt magamtól is meg tudom állapítani, hogy Király Viktor egy világszintű tehetség. Igen, ez így van egyébként. És jó dalokat is ír, még hogyha ez az újdonság egy kicsit hajaz is Bruno Marsra. Engem ez nem zavar, az a cím, hogy Running of the Time. Ez a Run DMC-s dolog? Az, és ez az a dal, amivel a dalban is ugye megmérettette magát, és tovább is jutott. Csak azt kérdezem, hogy ezt énekli a Run DMC-vel együtt? Ez a Run DMC is közös dala? Hát igen, a Run DMC egy tagjával. A Run DMC egyik tagjával, úgy mondom, igen. DMC-vel. De ez egy jó dal. Igen. Nagyon. Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!